Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show! Itt a Klassz FM-en. Havonta te. Ha ilyen, az... Figyelem, az adás most felvételről megy. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Tehát ami most van New Yorkban, ha szépen Londonon keresztül ide megérkezik, az a sarkvidéki idő, már pedig állítólag erre jön, azért az... az nem lesz szórakoztató. Amerikában hát, mostanában ilyen mínusz 50 fokokat. Hát nagyon igen, a keleti parton. Ott most nagyon cudar idő van. Mínusz 30. Kanadában mértek van mínusz 80-at, tehát annyit még az Antarktiszon se. De hogy álljátok, ez jön erre? Hát nem vidám. Erre nem mi történik vidám. A kazánommal tegnap? Ezt, elolvasom ezt a hírt a Wikinek. Csak is... gyönyörű kazánom, újra. Mi küldött egy hírt, wifin keresztül a kazánod, vagy elolvastam ezt. Arról beszélgettünk tegnap, gyerekkel, hogy olvasgattam a híreket, és mondom, figyelj, jön a hideg. És mondja, Viki, itt is olyan hideg van, nem? Tehát, Viki nagyon fázos. De hogy van hideg, ne viccelj már, hogy lenne már hideg? És mondja, jéghidegek a radiátorok, de minden, nincs padlófűtés, semmi nem működik a házban. Cipő föl, elemlámpa, felcsatol, lámpára, Beni megkapja a kisbukós isakot, ő is megkapja a kis elemlámpát a fejére. Vonulunk le. Lementetek a négyes tárnába. Szénért. Jó szerencsét, Beni. Jó szerencsét, apa. Beni azonnal vette az alkalmat, lehet szerelni. Elindultunk le Mordor bányáiba, vagy Mordor sötét mélyére. És megint nem működik a kazánom. Föl akarom hívni a polgármestert, ahol lakom. Nem én, hogy szóltatok a Smaugnak, hogy gyűjtsa be. Igen, hogy valami csinál. Mordorban. És föl akarom hívni a polgármestert, mi ismerem, jóba vagyunk. Hogy jön egy új kazán. Nem vagy kis pályás, azért valljuk őszintén. Tehát, hogy érted, elég föntről kezded. Most a szolgáltatót ne is járd végig tényleg egy kazánszerelés, amiért hív föl rögtön a polgármester. Nem, a kazánszerelőmet hívom, hogy jöjjön. De föl akarom hívni a polgármestert, hogy mi volt ott. De a jegyző az már smafu. Nem, én nem szórakozok. Én nem szórakozok, én sem szórakozom. A polgármester, tényleg jobban vagyunk. Fölhívom, és megkérdezem, hogy mi volt ott 50 vagy 100 évvel ezelőtt, nézze meg nekem, kutassa föl a községi könyvtárból, vagy valahol. Én biztos vagyok benne, hogy ott vagy bolondok háza volt azon a részen, vagy temető volt, vagy valami a kórház, ahol ilyen bolondokat ápoltak, és ott maradt a szellem. Nem létezik, hogy itt minden tönkre megy ebben a házban. Tényleg nem. Nem lehet, hogy a kivitelezőt szúrt el valamit. Itt 10 percenként valami tönkre megy. 10 percenként vagy nem tudok kiállni a házból, vagy a kerítésem, hát vagy amikor... a kazánom, vagy a fűtés, vagy a hűtő, vagy a mosogató. Tehát mi 5 percenként megy tökre minden. És egyiket megcsinálom, 6 másik romlik el. Amikor voltam nálatok, én rád nyanakodtam, de akkor ezek szerint metánszag volt, ott szeméttelep volt. Nekem az is jó, ha megmondja, mert vannak olyan helyek, amik így, ugye nem jó. Egyszerűen nem jó helyre épült energetikailag. Tehát, hogy... És biztos vagyok benne, hogy ott valami olyan volt dolog volt. Egy indiát temető. Arra vagy legyen, egy temető, vagy egy bolondok háza. Nássatok el, mert visszajön, és már nem lesz ugyanaz, mint volt, mint régen. És kampókézzel jön vissza? Igen, visszajön, és már gonosz csillogásra lesz a szemébe. Na most tényleg ezt fel akarom hívni. Mondja meg, hogy nézze meg, hogy tudját. A polgármesternek ezt tudnia kell, hogy mi volt ha régen. Így hegyen lakunk, hogy mondja meg, hogy azon a környéken, 50 vagy 100 évvel ezelőtt állt-e valami. Miből van a hegy? Mi volt ott elő? Egy temető? Egy kórház? A varok vére. Igen, egy indián temető. Hát de most komolyan. És három hónap múlva fejlőben, hogy a Valáska nem volt egyszerű, de a Széchenyibe lekutattuk. Igen, de ez is jó, hogy írassa rá, küldje rá jegyzőt, adja ki feladatba, tudni akarom, hogy mi volt. Szerintem ott valami nem stimmel. Már látom egyébként a jövőt, hogy a következő az lesz, hogy megint átvágják nálatok vagy a villany, vagy a gázvezetéket, csak most nem azok, akik a csatornázás művektől jönnek, hanem archeológusok, régészek. Figyelj, ha jönnek csatornázni, akkor valami hülye elvágja a nullás vezetéket, és kiüt nekem 60 dolgot a lakásba, ha hideg, jön a sarkvidék hideg. Tehát olyan, mintha a ház élne és létezne. Mi is vagyunk, ő is van. És ketten együtt harcolunk egymással. Nem találunk egymással. De nem, hihetetlen. De a bocsékkal miért nincsen soha semmi baj? Mert neki nincs most rádióműsorról, el tudnám mondani egyébként. Hát nem tudom, hogy náluk mi van, de meg a barbizásra panaszkodik állandóan. Igen, ha találkozunk, megkérdezem. Na, de semmi nem romlik el nálatok soha? Nem.
Nem, mondjuk kazánunk sincs, tehát így azért könnyebb egyet. Milyen fűtötök, meleg vízzel? Aha, nem, fával, te viccel, de úgy, hogy ami behajlik ága negyediken, azt így letöröm, és akkor szépen a szoba közepén tűzet rakom. Nem, azt mondtad, hogy a parkettet fölgyújtottátok. Azt már, hát az már elég, most a miért? Tavaly most télen. Már linoleum nagyon füstölt, azt is mondtad. Az nagyon, nem, nagyon rossz. Az nem adott beleget, csak nagyon szar volt a levegő utána. Minden este bedörgli a gyerekeket kisüstivel. Nem, abban fürdünk. Úgyhogy nem kell kazánszerelő, meg van, meg tényleg nem ezért mondom, semmire nincs szükségünk, köszönjük. Csak egyszerűen olyan, mint egy olyan házba lakni. Ja, és akkor elmentem este sportolni 8-ra, squasholtam egy órát. Hogy legalább ne fázzál. Mondom, hogy meg ott van meleg víz. Fáztok, hogy igen. Na, mondom, akkor elmentem sportolni, öltözzetek fel, jó? Igen, ott volt meleg víz, tudtam zuhanyozni. Erre hív a Viki, hogy itt vagyok-e a környéken. Hát attól függ, hol vagy te. Igen. Mondom, én nem vagyok ott, ne engedve. Hangokat hall a házba. És ott állt mellette a Benny, és orkok. Tessék, urukájuk. Igen, nem közön, nem holmi közönséges orkok jöttek. Hangokat hall a házba. És mit mondanak? Engedj be, te személy, jöttem leolvasni a vízórán. Igen, hol az a kurva vélei kapcsoló? Engedj be, te gyökér. Hatodszorra vagyok itt vízórát leolvasni, nem érted? Ráduszítom az ellenőröket. És mondja a Benny is, hogy anya, hallottad? És ezt én hallom a telefonon keresztül. Anya, hallottad? Mondom, Viki, visszafordulják? Mondom, be vagytok riasztva, olyan diasztó van a házon, amilyen külső, milyen infrás. Tehát nem, megközelíteni nem tudom a házat. Vissza, mert sóbálványává. És mondom, elromlik a kazán, a Viki hangokat hall. Pont arról beszélünk, hogy milyen temető, vagy bolondok háza, vagy kiragad, vagy egy régi házinéni, aki nem engedi el az új ház, az új tulajdonosnak, és ott járkál, és mindent tönkretesz. Áldozatot kell bemutatnod. Hát a halál komolyan mondom. De még, hogy kakas vágyat. Nem ember áldozat, csak az lehet. És mondta Viki, hogy olyan hangokat hallott az alsó szinten, mint a felső szinten tologatnák a szekrényt. Tudod, így vezetek én is, egy nagy ködben megyek éppen a tárt Budaörsön, a hideg levert, mondom, Jézus Istenem, visszafordulok, aztán nem kellett visszafordulnom. Ez így nem fura? De helyére hát került a szekrény. Elromlik a kazán. Utána akarok nézetni a polgármesternél, hogy kilakott ott. Erre mi történik? A szellem bejelez, hogy állj le a kereséssel. Állj le a kereséssel, mert kárt teszek benned. A konkrét szöveget ezt lejegyeztétek? Ezt mondta. Ja, Igen, állj le a keresésem. Igen. De hülye vagy, tényleg ez van. Ma is mondta Benni, hogy hallottad anya, azt mondta valaki, állj le a keresésem. Nem, olyan hangja volt, mint nagymamának, és azt mondta a hang, hogy jöhetek már, bontjuk az ajándékokat. Szóval, hogy ki kell hívni szakértőket? Vannak ilyen szelleműzők, biztos. Hát már gondoltam rá, hogy fölhívom őket. Hogy jöjjenek, kinézzék. Mondom, az egyetlen megoldás az ember áldozat. Ki az, aki szokott hozzátok járni? A Laci. Hát ennyi. Egyébként. Figyelj, én bemutatok bármit, tehát kecskét, kaka, csak mondják meg, hogy kihez kell. Tehát, hogy ez egy indián istenség, valami nem tudom, Visnu, vagy Ganesha, vagy Shiva, vagy tehát egy... Hát figyelj, lehet, hogy elég, kihez tartozik? Hogy az ételáldozat. Mert szerintem az ember áldozat az már legyen a végső eszköz a kezedbe. Elején szépen építs fel. Tudom, hogy nem szereted a szolgálati utat betartani, hiszen rögtön a polgármester hívott mindig, hogyha valami gond van. Legyen két háztartási kezdetes. Nem, tényleg nem kötölök. Hát most fölhívhatnék bárkit, de mit csinálják, ha ismerem. Kamerázzátok be. De mi? Ilyen infrakamerával? Így van, mint a paranormális tevékenysége. Tényleg. Amire az van írva, hogy nyikt, shot, az nektek jó. Na, olyanból legyen 4 a szobába, és akkor és reggel visszanézitek. Hát igen. Lehet, hogy valaki mászkálott, valaki bolyongott. Egy kazán szerelő minimum. Abból a sokból. Igen, elnézést, tudom, ki tud engedni? Egy fél éve megszerettem a kazán. Még mindig én. Sebestyén úr, még mindig én. Sebestyén, egy fél éve itt voltam, én egy ablakszigetelő vagyok, ki tudna engedni, mert nem támad ki. Hát, a kurva, ez a lakás. Ki maga? Én vagyok arra elő, csak nem tudtam azóta borotválkozni, mondja, mert fürdőszobát sem találtam meg, hogy ki engedne végre már, mert hogy május óta már a gyerek az én más hír utána. Igen, megnézni, megmutatja bejárati ajtót. Eddig 6 komornyikkal találkoztam, de egyik sem tudom beszélni. Az parlagon hever. Igen. 6 szolgával találkoztam, de mindegyiknek ki volt vágva a nyelve. Én ki volt szúrva a szembe. Nálunk egyébként vak is néma szolgák vannak. Na mindegy, úgyhogy most megint kazát kell szerelnem, gyerekek. De miért nem májusban romlik el? Hát, mert akkor nem működik. Igen, mert akkor nem nagyon tesztelitek. Na de nem, a kazán akkor is működik. Hát a melegvizet kell csinálni. Ja, mert azt csináljanátok a melegvizet is. Akkor nyilvánvaló, hogy a fűtési része rossz. Ennyi. Igen? Hát persze, hát a meleg vized van, egyébként májusban nem romlik el a kazán, csak ilyenkor, amikor fűtesz, akkor a fűtési résszel van probléma. Az előző tulajdonos elköltözött onnan. Szerinted? Mellettem elváltak és elköltöztek. Tehát, hogy
Nem, valami nem stimmel. Nem stimmel, gyerekek. Eladó ház van Budapest. Hullunk ott a hegyen, mint a legyek. Ez nem stimmel ez. Kandallót kell építenetek. Kandallót, vagy mit tudom én, vagy valamilyen ilyen, amiben rendesen tudtok tüzelni. Érted? És akkor van meleg, amikor tényleg te akarod. Rádobsz egy pár falsábot, némi, mit tudom én, másfél kiló brikettet. Nem, de ott még azért nem lesz meleg vizem meg, tehát azért az még azért nem oldja meg, vagy berakom oda egy ilyen pográcsba a meleg vizet, és egy ilyen konyhai kesztyűvel fölviszem a kárba, beleöntöm, hogy visszarakom a kazánban. Legyen minden esetben bogrács gulyásotok, az is meleget ad, mert hogy a bográcshoz kell, vagy lehet érte flekkensütést minden este, akkor is meleg van. Valami ilyesmi. Igen. Azt írja valaki, hogy Bari, ha a város szélén laksz, akkor ott kórház volt. Jó, ja, pont a város szélén lakom, úgyhogy igen. Akkor ott tényleg, ott régen kórház volt. Igen, igen. De van egy pultunk is, és ott mindig nők vannak a pult mögött, úgyhogy... Tényleg egyébként, akkor voltam látok, hogy nagyon schwarzwaldos volt az egész. Igen, ott volt Udo Brinkmann. Az én voltam. Ja, tényleg, te voltál. Szólíts csak Sassának. Na mindegy. Sassáról együtt kiderült most, hogy... Nemrégiben soft pornofilmek, ne, az nemrégiben az 30 de most komolyan. Most derült ki, ez egy 30 éves sztori. Igen, én mondtam neked. De az a baj, hogy én a soft pornot azt átugrottam, ugye, hogy te is ugye... Türelmetlen voltam. Te is rögtön a polgármestert hívod, én is rögtön. A hárdal kezdte. Az Orlovszkival indítottam, nekem kiesett ez a dolog. Na minden. Azt hívják, Szeva Balina, ezt se adod már el. Hát biztos, hogy erős értékcsökkenés volt. Nem akarom eladni. Kőfejtőt és barackost mondanak. Azt se tudják, hol lakom. Ezek mindent. Ő csinálja az a... Én is ott lakom, hol te a Tükörhegye. A rohadtul nem a Tükörhegye lakom. Az Török Bálint egyébként. Én kőfejtés barackos. Aha. Az elég széles merítés, ha most így belegondolok. Igen, azért az a kettő ritkán van. A kőfejtő közepén egy nagy barack ültetvény. Nagyon köves területen viszonylag ritkán ültetnek, telepítenek barackos. Igen. Bari, állj le a szintetikussal, írja valaki. Nem, gyerekek, higgyetek el, nem tépek semmit. Szintetikus! Hey! A pupillám olyan, hogy föl lehet... Következő kör az egyik! A pupillámon felszolgálsz egy pizzát akkor. Bali, hív föl Bill Murray-t. Ő majd kiporszívózik neked. Ja, mint szellemírtó, igen. Még ugye a lakása vonatkozott, nem? Majd kiderül. Felhívod a polgimestert, és akkor igen? Ő majd megmondja, hogy mi volt ott régen. Ne, az mindenképpen, tehát az a mai napra rendelt szent evangéliumok egyike, hogy fel kell hívnom, hogy mondja meg, hogy mi volt ott régen. Tudnom kell, hogy mi állt a ház. A szerencsétlen azt mondja majd, hogy földgázmezők voltak, kitermeletlenek. Igen, és most idegenítettük el a telkedet. Igen, rajta vagyunk a széljegyzetem, ez a rossz hír. Néztél már a széljegyzetet, hallod, nézd már meg, hogy ott vagyunk, mi is meg van terhelve az ingatlan. Rajta vagyok az ügyön. Na, mit csinálsz? Igyekszem feltérképezni a lakóterületetek történelmét. Most kicsit olyan, hogy egy helytörténeti vonalon mozgok. Rámentél ugye, egy régi térképre? Igen, az egyiket is hallgatónk jelezte, hogy ugye pár hónappal ezelőtt beszéltünk, és tök igaza van, hogy van egy olyan 150 évvel ezelőtti katonai térkép, amit összhangba hoztak a mai térképhálózattal. És hogyha rákeresel a saját utcádra, akkor meg tudod nézni, hogy 150 évvel ezelőtt azon a területen mi volt. Na most nálatok semmi nem volt. Ez a legkiábrázítóbb. Nem, ennek én örülök. Sokkal jobban megrémültem, ahol azt mondod, hogy egy kórház, vagy egy mint a bolondok háza. Tehát ez nem biztos, hogy baj. 150 évvel ezelőtt nem, de lehet, hogy 149 évvel ezelőtt már volt ott egy bolondok háza. Most megpróbálok a szövegekből kiindulni. Azt mondja, hogy... Nem mondja az utcát, meg semmit. Nem. Csak hogy belecsúszál életet. Még egyszer, valaki elfelejtette volna azt a bulvár cikket. Igen, Vasmegyer utca 13-ban. Délután 4-kor ott találkozunk. Igen, de mindenki. Azt mondja, hogy több német nyelvű felirat is van. Kleine Heide, ez az egyik. Igen, ennek kell utána néznünk, illetve Hansel Berger Wald. Hansel Berger. De ez itt csak így föl van írva a térképre? Wald, így van. Aha. Ugye hát ez abban az időszakban azért erősen osztrák befolyásoltságú volt az ország. Nincs ami magyar térképen? Hát figyelj, az van még odaírva, hogy Kutyavár. De az magyarul. Az van írva, hogy Kutyavár, illetve még azt mondja, hogy itt hát, van, hogy... Hansel nevű ismerősöd van a Hansel Begervárdról. Vissza akarja szerezni a régi Hansel ismerős az van, igen. Azt mondja, hogy ja, még itt van egy dögös dűlő. Lehet, hogy te mentek oda valami. Így elmondtam, hogy folyamatosan elromlik valami a házban.
meg hangokat hallunk, és most így annak próbálunk utána járni, hogy mi történik ott. Mi állt ott 50 vagy 100 évvel ezelőtt? Hát szakmai vonalon már igyekeztetek mindent feltérképezni. Gyakorlatilag ami hiba van, vagy hiba lehetőség van, azt eddig a kazánszerelők feltérképeztek nálatok. Gyerekek, oda mindenki hazajár. Kéményseprő havi 4-szer, kazánszerelő hetente 2-szer, mosogatógép szerelő naponta. Tehát, hogy nem lehet, hogy tényleg egy nénit kellene onnan eltessékelni? Abban, ami Julieknál is van. Tehát van egy néni, akinek volt ott egy gyümölcsöse, a gyümölcsösebe volt egy ilyen kis csűrje, itt, mit tudom én, ott lakott Ödönbácsi néhányszor jól megpakolta, Ödönbácsi elhalálozott, és ott maradt, mint amíg mindig Gabi néni. És aha. Gabi néni éldegélt 93 évig, és nem hajlandó elfogadni, hogy már halott. Tehát ő két dimenzió között rekedt, mert hogy nem tudja elereszteni az itteni dolgokat, tehát azokat a kellemes élményeket, amiket átélt. Ödönbácsi és Gabi néni nagyon csúnyán felforgatták a csűr életét. És ott várja még mindig a csűrben. Asztrál test formája. Hogy kicsit melegítse be a kazányát. Morzsázom be a reaktorba neki újra. Vegyél egy kiló sárga barackot és csald át a szomszédba. Az nem jó, ha veszek, mint a dínyét, barackot, és így lerakom 5 centinként, és Gabi néni elmegy. Simán lehet, hogy ott ragadt valahol a két világ között egy bosszúszomjas vérnéni, és ez a vérnéni most egyszerűen nem tudja elviselni, hogy új lakói vannak áznak, és 4 percenként minden tönkre. Ez gyerekek, nem lehet, hogy egy kazán havonta tönkre menjen. Figyelj, ez nem lehet. Ha azért rekedt ott Gabi néni, amiért te gondolod, akkor nem paradicsomot meg barackot, hanem banánt vagy kígyóbort. Ilyet nem lehet, hogy leülök a szoba közepére, behívom Gabi nénit, és megmondom neki, hogy kérjen egyet, azt teljesítem, bármi. De lehet, csak legyen róla a videó, és amit föltudnak rakni a az, hogy tegyen boldoggá az asztrál testét. Én megteszem, nem mondom el senkinek. Ez nem megcsalás. Tehát nem. Tehát egy 30 éve halott, 93 éves Gabi nénit, Ödönbácsi özvegyét boldoggá tenni, az nem. És megmondom, hogy Gabi néni, hagyd, ez már nem a te lakásod. Ne roncs itt el semmit, menj el. Mondom, tegnap a Wikiék hangokat hallottak. Miközben pont elromlott a kazán, és arról beszéltünk, hogy nincsenek-e szellemek. Valami nem stimmel. A hangszigetelés. Igen, az utcáról jön a hang. Igen. Hát csak a szomszéd volt a pottyantos bugyi. Tosz, anyád! Hát tényleg, fegyere váki! Milyen? Nézd már, mi ez? Arról tényleg sok hűhó semmi. Szóval, hogy nincs ilyen, aki kijönnek és kiírtatják? De van ilyen? Mert Júli is ugye mondta, hogy náluk is van, sokba kerül. Sokba kerül és semmire nem jó. Egyébként az kéne, hogy Gabi néninek új pár kéne. Mi lenne, hogyha Júli Józsi bácsiját átcsalnád saját magatokhoz? Ugye Júliéknál is van egy ilyen kopogtató szerelem. A Júli mondja, hogy mindig hajolj, csoszok. Ott Józsi bácsi. Ott Józsi bácsi. Józsi bácsi, vagy Józsi bácsi? Józsi. Igen, Józsi bácsi. Csosszog, az öreg fölér az emeletre, addigra becsukódik az ajtó. De a Júlia, amit a múltkor elmondott, tehát a víz levet. Krákog, nem húzza le a vécét maga. Igen. Az a borsa. Igen, egy pufajka újat talál a budiban. De mi van, ha Gabi nénit és Józsi bácsit, tehát valakit valaki ez átcsalunk, és megmondjuk a szellem Józsi bácsinak, hogy jöjjön át, vagy Júli átküldi hozzá, mert nálam van egy nagyon csinos 93 éves. De miért oda csalod a bácsit? Miért nem a Júliékhoz? Érted? Hát azért a tartsuk az illemet. Tehát most a nénit küldjük a bácsihoz. Áthívjuk a bácsit hozzám, én összehozom őket. Akkor már két szellemetek lesz. De az nem baj, de utána együtt szépen elküldjük őket. Nézd már meg, hogy van-e, hogy mit tudom én, szellemírtók, vagy van-e, hogy démonűzés, vagy tértisztítás. Csörjünk rá Frábátorra, ő biztos, hogy tudom. Vállalja is. Az a baj egyébként, hogyha ott lesz... Van egy Frábátó szám? Van. Keltsük fel a Frábátot. Van Frábátó számot? Hívjuk meg fel a Frábátot. Alszik még? Ha két kanos szellemet összehozzátok a titelketeken, az a baj, hogy akkor már más hangok is lesznek, azokat már nagyon nehéz lesz megmagyarázni a Beninek. Mondom, pont erről beszéltünk tegnap, erre elmegyek sporton, és hív a Viki, hogy hangokat hall a lakásban. A víz levert, és pont egy ilyen ködös részen mentem ott át Budaörsön, hát azt hittem, összetoljon magam. Be, hívjuk fel a fél nyolckor már rendel a Frábátó? Meg hát őnek éreznie kell, hogy hívni fogjuk. Megkérdezzük, ez nála mennyi? 20 plusz száfa, vagy 25 plusz száfa? Mennyi egy ilyen tértisztítás? Hát... Mennyit kér most? Számlát? Ad számlát, nem? Áfa. Frábátó és áfa. Kicsőn? Ki? Hát, jó. Hát ő egy látó tudja, hogy ki hívja, nem? Ja, persze, már számítottál. Igen, tessék. Balázs, Morning Show, Frábátó, te vagy? Élő adásban vagyunk. Hello, sziasztok. Hello, jó reggel. Megtettem, hogy hívni fogtok. Júj, de jó vagy! De nagy duma! Úristen, de nagy duma. Figyelj, mit csinál? Aludtál, vagy fönn voltál, vagy mit csináltam? Hát én dolgozom. Mi dolgozol? Hát én ilyenkor már lassan, ugyanúgy, mint ti. Éppen mit csinálsz? Szerelmi oldás is kötés. Nem, az első melom az jóslás. Jóslás. Figyelj. Valaki nagyon kíváncsi a jövőjére kora reggel.
Na mondjuk tényleg, fél nyolckor már megy valaki jósoltatni, az tényleg jó kíváncsi. Bármikor, tehát utána kell menni ilyen munkába. Nem így. Meséljetek, mi van? Ez most annyira flottul tolott, mintha megbeszéltük volna előre, hogy fölhívunk, pedig nem. De annyira hétközben. Na meséljetek, srácok, ha már így nem csörögtetek. Igen. Azért telefonálok, mert Balázs csúnyája van egy nagyon ronda rontás. Legéne szedni. Le tudnád venni a pálcádra? Le tudom a pálcámat, de nem én, hanem ajánlok valaki más. Figyelj, hogy hangokat hallunk a lakásban, de ez most tök komoly. És mindig elromlik valami. Tegnap betolt a kazánom, de hogy 5 percenként, és most a Jani megnézte, hogy volt-e valami ott 100 évvel ezelőtt a mi részünkön, ahol lakom, de kiderült, hogy csak ilyen gyümölcsös. De hogy te nem csinálsz ilyen tértisztítást, vagy valami ilyen rontás levételt? Vagy... Ilyen tértisztítás az megy, csak igazából az, hogy hangot hallasz, az több valamiből adódhat. De hogy... Egy, hogy nem kapcsolod ki a tévét. Igen, vagy lejárt a mikró. De ezt figyelj, most ha nem hallgattam... Az elektromos dolgok, igen? Nem hallgattam a műsort, ha elektromos dolgok romlanak el a lakásba, sorozatba, akkor lehet ez egy olyan energia, ami nem pont szellemvilággal kapcsolatos, de nem biztos, hogy egy szellem lakik a lakásban, és az bolyongott, hanem lehet a te kis ülésed. Energia, éjszaka alszol, a lélek ugye kimegy a testből, és ezáltal kisüléseket és az elektromos dolgok vonzák ezeket az energiákat, elromlanak. Nekik nagy a nappaliuk, tehát nagy ülések vannak. Csak, sose ültek kisülés. Nagy kisülés. Energiával rendelkezik valaki. Náluk csak a gyerekül kisülésre. Nagy ül. Figyelj, hogy ilyenkor mit kell csinálni? Én arra gondoltam, hogy volt ott egy előző tulaj, aki mit tudom én ott ragadt, és kicsit ezt ő nehezen tűri, hogy mit tudom én, nem az övé a birtok, és birtokon kívülre került. Még széljegyzetbe be tudjuk venni. Igen. De hogy elküldjem el, vagy mi csináljak? Szent meggyőződésem, hogy ezzel a házzal valami nem stimmel. De ezek szerint már elküldte, de nem sikerült. Az a lényeg ilyenkor, hogyha biztos vagy benne, de ez kell egy szakért, hogy megállapítja, hogy egy előző tulaj, egy lélek ragadtott, vagy valami teljesen más. Ha ebből indulunk ki, hogy az előző tulaj, akkor a tulajtól kéne szerezned valamit. Akár egy régi fénykép, most ne ásd ki a temetőbe, tehát ez ilyen butaság, de valami személyes, amit tele holdkor egy gyertyánál el kell égetni, és ez igazából nem felszabadítja a lelket, hanem elűzi onnan. Azt, aki a fényképen szerepel, vagy akinek az adott tárgy viszi az energiát, azt egy ilyen 30 méteres körzetben nem engedi bejönni. Az pont elég, szerintem annál nem nagyobb a házad. Hát ez egy tök jó ötlet egyébként. A régi tulajtól megvan még az adásvételi, Balázs elége. Igen. Nem, én megkeresem, mert exhumáltatom aztán valami kis fogmaradványt, vagy valamit kiszedetek belőle. Jó, tehát akkor ez... egyszerűbb egy fénykép. Egy fénykép. Hmm. Nem lesz egyszerű előteremteni, mert két diszperzites vödörben áll a Duna medrében. De az előző tulajt ugye nyilván ismerem, ő elköltözött, tehát, de hogy arra gondolok, hogy valaki, mit tudom én, száz évvel ezelőtt. Valaki előtte, tehát hogy nem az, hát, aki... Hát ki kell nyomozni. Tehát az első kapcsolódási pont az, aki már nem él. Esetleg olyan tulaj, aki a házba halt meg, vagy onnan vitték el, és közben halt meg. Tehát ott a betegség már megvolt, és nem tud szakadni a helytől. Tehát ez lehet. Olyan tulajt nem érdemes keresni, aki önszántából adta el a házat. Aha. Tehát aki lehet, hogy tényleg meghalt, tehát nem eladni akarta. Aki önszántából adta el, az nem érdekes. Aha. Igen. Tehát az előző tulaj akkor nem érdekes. Logikailag kizárva az nem. Igen. Én erre a kisülés dologra még azért visszatérnék, hogy azt viszont honnan tudja az ember, hogy ő magas ül ki, vagy pedig, most ne röhög, ez komoly, vagy pedig régi, például egy egykori tulajdonos szelleme van a házban. Hát ha én más kisüléseket találnék a lakásban, nem lennék boldog. Lenne mi? Onnan tudhatod, hogy a maga 90%-ig az elektromos dolgok romlanak el, villany, mit tudom én, turmixgép, kazán, ami elektromossággal függ össze, az majdnem 95%-ig, hogy a te személyes kisülő, vagy a feleségedé, vagy a gyereké, vagy család, valaki olyan, aki a házon belül tartózkodik húzamosabb ideig. Mondtam, hogy a mamát ne engedjétek be. Hát igen, és ha mondjuk egyszer csak meglátnám, vagy mint valamit ígérek a mamának, mert szent meggyőződésem, hogy egy 93 éves ma, mert még mindig azt gondolja, hogy ővé, akkor valamit nem lehet ilyenkor, hogy figyelj egyszer, nem tudom, valamit megteszek. Balázs, ha te meglátod, már bocsánat, hogy belállok, akkor neked annyi. Tehát ha manifestálódott lelket lát, tehát amit látsz, az olyan erős energiával rendelkezik, hogy az a meséje, hogy a fizikai testet elpusztítja, igazából a Földön, hogy a lélek őt szolgálja a túlvilágon, ilyen bizonyos kasztok vannak. Tehát ha te látsz szellemet, és bárki lát a házban egy szellemet, az nem jó, mert az igaz életére törhet. Uh-huh.
magával ragadt Gabi néni. Azért egyet magammal vizeg én is. Így van. Gabi nénynek nem lesz könnyű dolga. Megint zasztom a vénboszorkányt. Valamit csinálom fel. Figyelj, van valami feszkó, magad elé rántod a babysittert, aztán neki menj. Gabi néni először őt vigye, őt vigye. Na jó van. Oké, jó van. Nem, komoly dolgok, csak nem szabad nagyon belemerülni a komolyságába, mert akkor a félelem elkezd urá lenni rajtad, és akkor sokkal jobban működnek, sokkal erősebben behatást tudnak vélni rád ezek a dolgok. Balázs nem fél, csak fagyási sérülések vannak már a testén. Ja. Igen, de egyszerűen csak rohadtul fázunk, mert nem működik a kazán megint. Ebből az évben már hatodszor. Ajánlok egy szerelőt. Van, tök jó szerelőm van egyébként. Na, csak hát ez tök jó. Jól van. Akkor miért engem hívogat? Hát csak, hogy mi, hogy mit csináljunk. Jó, jó, jó. Jó van, Frabbától, köszönjük jó, szépen neked. Szépen, sziasztok. Mennyi, ez most mennyi volt? 20 plusz álfa, vagy mi? Ez kicsit több volt, mert ez nálad mennyi, mert Louis Padrinál tudom, hogy ez 40 plusz álfa, de tudom, hogy te nem vagy annyira. Ez most ingyen volt. A furán hosszú volt a telefonszámod. 9-esekre 0-9. Apró betűvel ott volt, hogy 480 plusz álfa a hívás, igen. Oké, Frabbától, köszi, jó munkát neked. Oké, sziasztok. Bármit is csinálsz évek óta. Ciao. Óriási életművész, imádom. Azokat az izmokat nem tudom, találkoztatok-e vele. Én 3 hete láttam valahol. Hát figyelj, te is szellemekkel dolgoznál, te is így kigyúrnád magad. Tudod, hogy be van szarva? Hozzád is annyian mennének vissza, hogy add vissza. Tőled is ennyien akarnak visszakérni a 20 plusz áfát. De Frabbától jó arc egyébként. Jó, én nagyon bírom. Ja. Na jó, hát nem lettem okosabb gyerekek azon kívül, hogy kell egy szerelő. Hát, nem vagy még ennyi után már ez tragédia. Komolyan, hazamegyek, felajánlom Gabi néninek, hogy boldogát teszem makkal. Csak az asztrál testét, csak menjen el. Nem jön be. Csak menjen el. Hagyjon minket ott szépen békében érdekelni, és szálljon le a kazáról. Ez Gabi néni valami kazán fetisista lehet. Tehát miért nem teszi tönkre, mit tudom én, a hajszárítómat? Tehát a hajszárítóm még egyszer nem romlott el. Mondjuk tudja, hogy azért ölök, nem? Tehát tudja, hogy az a nagyobb kiúzná a gyufát. Nem, még nem találta meg az összes hajszárítót, hiszen mindenségben van. Az lehet. Azt mondja valaki, hogy keresünk rá Facebookon, de megnéztük, nem beszámítható az ember. Szellem Józsira. Csoda! Keresetek rá Facebookon, Szellem Józsira. Akarok egyszerre megtudtok. Laci megnézte, finoman között, hogy nem beszámítható. Én is már rámentem, hogy de valószínűleg Szellem Józsit nem tudjuk fölhívni. Nem? Nagyon jó, hívjuk ez már. Kicsit piás. Ha van telefonszám, 7:30 után keltsük már föl Szellem Józsit. Ez annyi. Akkor a tragédia, belegondoltok, hogy magyarra fordítva minden olyan komolytalanná válik, hogyha azt mondod, hogy egyébként, hogy van egy szellem, akit Josephnek hívnak, akkor az így ilyen komolynak hangzik. De onnantól kezdve, hogy elkezded józsizni, Szellem Black, vagy Orfeus szellem. Van, ha valami földön túli, de ez egy Szellem Józsi. Hallod, Szellem Józsi, gyere már, mert van nálunk két téma. Hans Schwarz, és akkor Fekete Jani. Az úgy nem szól annyira jól. Hello Balázs, a mi házunk új építésű Pesti Mérén az Ametiszt utcában. Itt sem volt semmi, még a kislányom is látott embereket a házban. Mi elküldtük őket segítséggel, ne hívjatok, nem tudok beszélni. Frabbató is említette, ha látjuk őket, akkor az nem jó. Hát így igen. Jó, mondjuk új építésű házaknál azért előfordul, hogy vissza-vissza járnak. Igen. Javítgatni. Az alvállalkozóban. Ebből is a alapján. Nekünk az elektromos habverő használat után egy órával magától elindult tegnap előtt. Ez komoly, nem kamu. Írja egy hallgató. Ezért itt vannak paranormális jelenségek. Mi van akkor? Te neked úgyis ilyen rövid, ilyen kopasz fejed van. Igen. Igen, ez így van. Igen. Rövid a feje. Próbálok meg így átfűzni a gondolatmenetre. Igen, igen, ez vagyok én. Igen. Ez de vajon mit akar kihozni belőle? Igen, én. Én már tudom, vagyok. Én már érzem. Adunk rád egy barna köntöst. Egy fürdőköpenyt valamit. Nem tudok papot, nincs papismerősöm. Ja, hogy játszok el egy ilyen Ferences rendi szervezet? Igen, és szented meg a kazán. Lakok rád a Budó Sportból egy fehér övet. Kijössz, kiszentelt vízzel. Igen. Elmondasz egy miatyánkot, elmondasz egy hiszek egyet. Mit szoktak mondani még, nem? Üdvözlj egy Máriát. Valami, nem? És megszenteled a kazánt. Inno, mine, do, mine, gabulámus, hitor, blablabla, na, csá. Na, hívtál taxit? Jó, hát én megcsinálom. Nagyon szíves, de vajon át tudjuk verni a szellemet? Szerintem simán elhiszem. Figyelj, a Gabi néni valószínűleg jár templomba, nem?
Biztos vagyok. Ő tudja, hogy milyen egy pap, de szerintem simán átverhető. Hát kijössz, és elmondod nekem. De átverhető egy szellem? És például a hallgatóktól se kérdeztük meg, hogy például, hogy az ő szelleme az a csoportköröknél is jön, vagy csak az egyenes kiesési rendszer, vagy esetleg döntőknél úszik be jobbról balra, vagy balról jobbra. De az üdvözlégy Máriát tudod? Persze. Igen? Idáig, igen. Üdvözlégy Mária. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei. Jézus, így van. Szűz Mária Istenek szent anyja, imádkozzál életünk üdvözlőkért, most és halálunk koráján amen. Így van, most és halálunk koráján amen. Így van, ez a tökéletes szöveg, tényleg így van egyébként. Ezt én is ismerem. Füstölünk van? Van füstölünk? Egy fülgyertyá, vagy valamit van? Milyen Jászmin? Tessék? Csak a nevedet tudítottalak. Mától Jászmin vagy. Nem rossz Jászmin egyébként. Nem is rossz. Te Mától Jászmin vagy. Nem volt kirakott örök közül, de a második alkalom, amikor voltam Jászminnál, már nagyon fincsi volt. Egyébként Natúrt is vállal. Na de János atya. János atya, maga ilyet nem mondtad. Ő Mától János atya. Kijössz és megszenteled a házunkat. Azt akarom, jó, hogy menjen el. Tehát ne legyen ott. Ja, Juli írt egyébként SMS-t. Józsi bácsi jelentkezett Gabi néniért. Most is a budira várok. Most is a budira várok, a 86-es Józsi már benn van. Szorulás van. A rádiónk, ami totál kontakthibás, a szellemes beszélgetése bekapcsolt. Ezt írta Júli SMS-ben. Ezt küldte SMS-ben. Ugye Júliéknál ott van az öreg. Az a baj, hogy... Nálunk meg ugye a Gabinén, mondom, hogy a kettőt össze kell hozni. Juli nem egy műszaki ember, ő kontakthibának érzékel azt is, hogy van rajta egy kapcsolat, el kell fordítani. Honnan tudok papot szerezni? Templomból. Kolostorból, Monostorból. Apátságból. Jöjjön el egy pap ma hozzánk. Jó. Jó? Van ilyen, hogy papi szolgálat? Igen. Fölhívom, hogy mit tudom én, szeretnék egy papot? Árulnak ilyet a Vaterán? Vagy van ilyen? Hát helyi plébánia hivatal. Üss már le egy papot a Vaterán. De milyen legyen? Katolikus, református? Szelleműző. Szelleműző pap. Szelleműző pap. Az a baj, hogy én elküldetem a szellemet, nekem ezen nincs bajom. Tudok különböző tértisztítási technikákat, ugye a Pránamadiba egyébként van ilyen, de azért egy... De az ide kevés. De mozog, hagyományos van. Az a baj, hogy a Pránamadiba szerintem nem lenne. Nem reagálna rá. Egyszerűen, mert hogy ez nem... A nénit megpránázom rajta, ez átmegy. A biztonsági kedvéért szerintem kellene egy református, meg egy katolikus is. Igen. Meg egy anabaptista. És egy mormon. Gabi néni vajon tudja, hogy ő halott? Ja, nem. Nem, szerintem őt teljesen úgy érzi, hogy egy élő ember, te meg beköltöztél a telekre. Igen? Egyébként lehet, hogy ő most papot keres, hogy kiüzzön titeket. Csak nem tud kimenni. Igen, tud kimenni ezek a telekre. Biztos mormonok. Ez egy komoly telekvita akkor. Ez komoly telekvita. Egyelőre mondjuk mi állunk jobban, legalábbis a földhivatal áll a tulajdoni lapon. Na jó, oké. Von de Matteo János, így hívják. Vadon Matteo. Mától ez az új neve gyermekem. Vadon Matteo János. Jó, jól szórakozunk ezzel, jól szórakozunk, de nem egy háztartás van, mint hogy az SMS-ekből kiderül, hogy azért ott hangokat hallanak, meg furán elindulnak a turmizgében. Meg ahol nem jó a kazán, igen. De egyébként szerintem kazán szentelés még nem volt az országban. Azt tudom egyébként, ilyen mindenféle olvasmányokból, meg filmekből, hogy az ördögűzéshez, ahhoz a Vatikán engedélye kell. Igen, tehát többen megértek Jani a kis Démien, igen. Vagy a Vatikánnal fel kell venni a kapcsolatot, de ha mondjuk egy kazáról van szó, akkor nem biztos. Tehát egy kazán szenteléshez nem kell. Itt a helyi plébánia hivatal telefonszáma, ha gondolod. Van helyi plébánia hivatal? Ez a kerületben? Igen. Hát most nem kis pénzt csúsztatok oda a reverendája alá, nem? Hát simán. Csak gondolom, nem hogy... kell a reverendája. Szerintem, hogyha a kezén megyem oda, az is jó, illetve vannak persejek. Szerintem ne túl kell a reverendája alá. Hát azért mostanában, amit az ember hal, szerintem lehet, hogy örülne annak. Jó, akkor menjél rövid nadrágba. Kis pantallóba, és húzzál egy magad egy csatogos lepkét. 8 éves vagyok. Jó gyerekek, hát ez most könnyű ezen nevetni. Na mindegy, jó. Jó, igen. Papot ne a Vaterán keresetek, hanem a Vatikán. Nem rossz. Na jó, van, játszunk egy Omán bácsit. 8 éves vagy, te már 10 éves.
Megint kiúzzuk a gyufát, gyerekek, megint kiúzzuk a gyufát. Bejegyeztek új utóneveket, és erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hová züllik ez az ország szellemileg, mert hát rögtön érezni fogjátok ti is, hogy az utónevek terén egyébként nem kell nagyon a szomszédba menni, ha az ember elborult agyakkal akar találkozni, hogy ki milyen nevet ad a gyermekének. 2013. december 1-én frissítették a listát, amiben ugye elvileg olyan nevek kerülhetnek bele, amiket a szülők kérnek. Tehát ha sokan kérnek valamit, akkor a grémium elgondolkozik, hogy az beteszi. A Tudományos Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia, azt hiszem a Nyelvtudományi Intézete dönt arról, hogy kik kerülhetnek be, milyen új neveket vesznek föl a listára. Nyilván, ha nagy az igény, mint a Frodo iránt, akkor elgondolkoznak azon, hogy lehet-e Frodo, és megszavazzák, hogy a testület úgy dönt, hogy berakja. Tehát, hogy ha például Feri azt igényelni, hogy mondjuk a harmadik gyermeküknek az legyen a neve, hogy Rákóczi Lamborghini, vagy... Akkor azt lehet, vagy ha sok vagy Lamborghini... Rákóczi Romeo. Rákóczi Campagnolo, akkor lehetne? Lehetne. Ha nagyon sokan kérik, illetve nem, én kiérvényezhetem, tehát ha én egyedüli vagyok a Campagnolo névvel, akkor én kérvényezem, ők eldöntik. Amennyiben igen mondanak, akkor utána már, ha sokan kérik, akkor be is fogják emelni az utónév könyvbe, és akkor benne is lesz. És benne lesz, és te meg igen, előbb-utóbb bekerül, igen. És meg tudod nézni, hogy mi az, ami menő. Elképesztő neveket találsz rajta. Tehát, hogy így nem hiszed el, hogy valaki azt szeretné, hogy Fahénak hívják a gyermekét. Az aranyos. Hát, ha vagy szereti. Fahé. Aha. Tehát, hogy mint a Kovács Fahé. A kis Kovács Fahé. Hát miért? Hát most miért? Ha valaki imádja a fahét, én ismerek olyat konkrétan, aki nagy mennyiségben szereti fogyasztani. Ugye, igen, tudom, csak nagyon tüsszöksz tőle. Gyömbér, Ozora. Ozora. Uha, ott apuék szóra. Ozora. Ott bízom bele, hogy mondjuk az ozorai vár miatt, de nem valószínűleg. Nem, valószínűleg nem az ozorai. De hogy találja valaki azt ki, hogy gyömbérnek hívja a gyerekét? Mondjuk az tök jó, mert elmész érte az óvodába, hogy csak annyit mész, hogy jövök, mindjárt elmentem gyömbért. Hova mész kicsi? Hát megyek gyömbért. Megyek gyömbér az óviba. De tudok, ilyen alapon kenyérnek is hív, vagy hogy megyek kenyér, nem? De miért most? Eperke van például. Na jó, de az eperke, hát azért az már egy az kicsit becézve, de mi, hogy mondjam, Kovácsovics Málna. Málna az aranyos, ez nekem tetszik. Málna. Ez cuki. Igen. Ne hívjatok, nem, ne tetszik. Nem, nem, nem akarunk Málnának hívni, de úgy... Ne hívjatok már Málnának. Ne mondjátok komolyan, ne mondjátok nekem, hogy, de gyönyörű hogy az, hogy te Málnának hívod. Nekem ez tetszik. Gyerekek, gondoljatok arra, ez a gyerek egyszer megnő, ez egy 30 éves állásinterjúra elmenő, az életért harcoló, egzisztenciális küzdelmet felvevő ember lesz. Igen. 30 éves, akit Málnának hívnak. Igen, bemegy a főnökhöz, és azt mondja, hogy Málna vagyok, és ő már is látja maga előtt a tejszínhabos tálolást. Igen, Kovács Málna vagyok. Persze. Kovács Málna. Mert ugye az ember mindig arra gondol, hogy gyereknek milyen cuki az a név. Hát az a gyerek egyszer megnő. De 30 évesen te örülnél komolyan, ha az anyád Málnának hívna? Vagy hát gyömbérnek? Gyömbérnek, igen. Rád kiabálni, és aztán elhívja, Málna, gurulj ide! Miért elhívott a gyerek? Ne elgurulj, kövére Málna. Mert a Málna női név, a gyömbér például fiú név. Nem? A gyömbér az fiú név. Hát szerintem a gyömbér az fiú név. Miért a gyömbér az egy abszolút fiú név. A Málna az nem egy gyömbér... koedukált név, tehát lehet ez is az is. Nekem a gyömbérről mindig az aranyér jut eszem, nem tudom miért kapcsolom össze. Tehát gyömbér aranyér. Tehát Kovács gyömbér. Aha, igen. Tehát a tornasorból lépjen ki gyömbér, Krisztián és Béla. És Fahé. De Fahé az fiú név, hogy jegyzik be? Fahé az lány. Az lány név? Szerintem az lány. Tehát Horváth Fahé. Igen. És hogy becézgeted? Fahéka? Fahi. Fahi? Fahi. Nem á. A 2010-es évek legnagyobb nyertesei egyébként Frodo, Jézus. Gandalf és Boromir. Na, miért? Milyen jó? Na, vajon miért? Boromir. Gandalf és Frodo, ezek bekerültek az utónévkönyvbe. És a fehér a családi neved, akkor fehér Gandalf, tessék. Hát, tessék. Vagy szürke Gandalf. És akkor mindig így köszönsz el anyától, hogy jöttöm rá, 5 nap múlva számítsatok, pirkadatkor kellett felölte, de így köszönsz el, amikor elmész az iskolába. Mondjuk, akkor már nagy a baj. Jöttöm rá, 5 nap múlva számítsatok. Arwen, Mória, Rúna és a Tünde, ezek szintén bekerültek. Hát, a Tünde jó. Az aranyos. Ne, de mi van veletek? Megőrültetek? Miért lenne? Ezek cuki tünde. Aranyos. Tünde. Nekem a Mória is tünde, az jó. Jókai Mória. Tehát, de miért nem? Hát nézd a kis Móriát, Mória bányáiból. Nem mondjátok, hogyha valaki Frodónak hívja a gyermekét, az teljesen normális. Tehát annyira nem lehetsz fanatikus, hogy a te saját gyűrűk ura rajongásodat egyébként
viselteted valakivel egy életen keresztül. A te nyomorodat viselt te, nem? De ez nem tehát nyomor, ez egy jó dolog tartozni valahova valakihez. Nem? Van, aki bejegyezhető már a Mateusz, a Raúl, a Romário és a Ronaldo is. Hát, na most azzal mi baj van? Hát azért... Hát jó focista neve. Mateusz, a kis... Hát jó, ő annyira nem, de... És ez mit jön, miért, hogy nekünk lenne Beninek tesó, akkor Sebestyén Mateusz például. Az a fura, hogy ugye az egy családi név. Mert hogy ugye neki a keresztneve Lothár. Igen, igen. Tehát, hogy a családi nevét jegyeztetik be Magyarországon keresztnévnek. Ez azért elég fura. Ez is fura, és hogy a Magyar Tudományos Akadémia egyébként tudja, hogy a Mória az a Mória bányáiból, a Gyűrűk urából jön, vagy mit tudom én, a Boromír, vagy a Gandalf, vagy ott ülnek, és azt mondják, hogy te doki! Ki az a Gandalf? Tudományos Akadémia, hát szerintem vannak ott azért olvasott emberek, talán hallottak róla. De nem biztos, hogy Gönc Árpád fordításában végig belekedték magukat a Gyűrűk ura első kötetének a 100. oldaláig, amiket nem tudsz végigolvasni, utána már nagyon jó. Szerintem kiguglizzál. Csak. Mateuszt esszel írják? Magyar az írásmód? Mateusz esszel, így van. Aha. Mateusz esszel. Tehát nem TH és S, hanem aha, Mateusz. Az már kellemetlen. És S betű a végén. Sima ügy. Na, mindjárt utána járunk, hogy hogy van ez. Mind jó. A Málna is, Fahéj. Akkor miért nem hívott Fahéjnak a gyereket? Mert akkor még nem lehetett. Mert egyébként is én kolbásznak akartam. egyébként is. Pacal, gyere ide. Horváth, Pármai, Rákóczi, Sonka, Ferenc. Rákóczi, Sonka, az tök jól hangzik. Kicsi Sonkácska, gyere ide. Ízleges, Rákóczi, Pacal. Hogy hívják azt a gépet, amit szeretnél már nagyon régóta? Sonka szelete. Nem, tudod, amelyikkel, hogy hívják? A nagypiros, ami 1 millióba kerül, vagy melyik? Az, ami a pára alatt főz, vagy... Szuvid, Rákóczi Szuvid. Rákóczi Szuvid, Ferencke Sonka. Rákóczi Szuvid? Betegek vagytok, ha a Fahéjat normálisnak gondolom. Nem, én a Málnát. A Fahéj az olyan, de a Málna az aranyos, azt tetszik. De egyszer megnő, Jani. Hát akkor nagy Málna. Mondjuk az a vezeték, hogy nagy. Na, van egy kis segítségünk, Rácz Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet munkatársa. Hello Judit, jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kezdj csókolom, tetszettek olvasni a Gyűrűk urát? Persze! Judit, jó a kérdés, amit a Jani kérdez, hogy például Gandalf vagy Frodo érkezik, akkor nyilván ez kicsit közhelyesnek számít, de hogy ti minden esetben utána néztek, hogy vajon az illető honnan szedhette a nevet, vagy miért ragaszkodik ahhoz? Hát amikor tudunk, mert azért ma már annyira színes a szülők névadási fantáziája, hogy most a legújabb a japán mangákból keresnek nevet a gyerekeknek. És elég nehéz ez a kutató munka, amikor kitaláljuk, hogy vajon honnét. Persze azért arra is kell gondolni, hogy sokszor ugye itt az előbb szórakoztatok a Málnával, de adható a Szilva név is, idén. Szilva meg a cseresznye. De Judit, komolyan kérdezem, hogy miért engeditek? Hát ennek a gyereknek föl kell nőni. Tehát az, hogy valakit kis Szilvának hívnak, és az a Szilva egyszer csak megnő, ne engedjétek. Hát mondjátok azt, hogy nem. Ez nem rajtunk múlik, hogyha én megmutatnám, hogy mi mennyi levelet kapunk a szülőktől, amikor valamit nem engedünk, és akkor mindent megpróbálnak, mindent latba vetnek, megfenyegetnek, elmennek az ombudsmanig. Olyan eset is. Ebben mi nem szólhatunk bele, tehát ha valami valahol egyszer névként szerepelt, akkor ha magyar helyesírással írják le, akkor annak zöld utat kell adni. Tehát, hogyha valamit egyszer valamikor leírtak? Nem, tehát valahol névként szerepel. Névként szerepel. Mondjuk a Szilva, mi a Szilvára gondolunk, a szép kis kék gyümölcsre, de a Szilva tulajdonképpen a Szilvia névnek más nyelvek. Igen, José Szilva ugye az agykotron megalakítója is például, tehát hogy ő is Szilva, csak ott, gondolom a maga gyümölcs az más jelent, igen. Tudsz olyanokat mondani, amiket nem engedélyeztetek? Tehát amiket elutasítottatok, csak hogy tudjuk, hogy például mivel keresnek, mert milyen elmehagyott ötletek jönnek a szülőktől, amire azt mondtátok, hogy na jó, ezt nem. Igen, mondok néhányat. Amin tavaly ütötte föl a fejét, hogy egyszerűen magyar neveket próbálnak ékezet nélkül, tehát Ildikó rövidóval, vagy Peter, vagy Nóra, a másik nagyon sokan angolos. Uh-huh. Bocsánat, csak hogy a Nórát hogy mondod máshogy? Nóra. Nóra. Hát Nóra. Ez külföldön, ha a gyerek
kimegy majd tanulni, de azt nem tudják a szülők, hogy abban a pillanatban, ahol kimegy valaki külföldre tanulni, az ékezetek úgyis lepotyognak, tehát ott már nem használják. Mondjuk nekem könnyű, mert Finnországban például Jani az Jani. Az Jani, így van. Igen, csak alsógatyát jelent. Mondok akkor néhány aranyos mesefigura nevet, Maminti, Bogyó Babóca, Bibi, Szivárvány, Baba. És nagyon gyakori, a nőknél már elfogadott meg, bevált, hogy beceneveket jegyeztetnek be, abból is szép volt tavaly, Irénke, Böske, Jolánka. Viszont a fiúknál is elkezdik ezt, hogy Marci, a Zola, az a Zoltánnak a becézett alakja. Mondjuk azt, hogy Zola, hát az azt hiszem, nézve. Én megnéztem a Nyelvtudományi Intézet miket utasított el, és találtam még egy-kettőt, Dömper. Ez nem igaz, ez nem igaz. Ez hülyeség. Ez egy városi legenda, és ez erről külön kis tanulmányt lehetne. Kis herceg televízió skolasztika. Na, kis herceg volt, televízió nem volt. A skolasztika az meg egy nagyon nagy butaság, mert a skolasztika a múlt században is adható név volt. Benne van a Ladó névben, tehát az a cikk, amit olvastatok, az egy nagyon-nagyon téves és rossz cikk, és hát én már jelentem. A ugye az a középkorban egy nagyon gyakori név volt, igen. Persze. És ebben a felsorolásban szerepel a Csikó is, ami egy ős magyar név volt. Mondjuk azért, ha a radiátor igaz, azt megnézném azt a szülőt, nem? Igen. Tehát aki elindul, hazaszáll azért, hogy az én nevem legyen radiátor, hogy tudja a gyerek nem identitását, vagy tehát, hogy mi az áru kapcsolás. Igen, apa, miért legyen az én nevem radiátor? Neked is tisztességes magyar neved, a Lemez István. Na, például ilyenben nem szólhatunk bele, hogy a családnév és a keresztnévnek milyen a viszonya egymáshoz. Például a Földi Eper az nyugodtan lehet valaki. Te arra jó, szegény gyerek. Ne, hogy hívják? Földi Eper. Következő állásinterjúja érkezik hozzánk, Földi Eper. Szerinted felveszik? Vagy Erdei Szamóca, az is lehet. Az is aranyos. De akkor miért nem Sper Marian? Vagy akkor mondjuk már el ilyenek, én ebből nagyon sokat tudok. Hát a Winchester az abszolút nálam nagyon, mert itt van a risotto, tehát... Vagy a barna naspolya. Igen. Egy elviekben akkor, hogyha nincsen semmi kifogása az akadémiának ellene, akkor bármilyen rajzfilm karakter nevét viselhetni az én gyermekem? Hát ha az név. Tehát valahol névként szerepel, magyarul írjuk le, illetve ami nagyon fontos, mégis erre jogszabály van, hogy fiúnak csak férfi nevet, lánynak csak lány nevet, nálunk nincsenek szex nevek, ugye, és azért a világ tele van. Most a Szivárvány az például azért, hát itt a sok fiúra, sok lányra ráillik. Tehát az hát például, igen. Az hova tesz a Szivárvány, micsoda? Egyébként a Szivárvány azt hiszem lánynak kérték. Aha, mondjuk fiúnak jó nagy kiszúrás. Ja, igen. Gyere Szívi. Gyere Szívi, kivigyünk valamit, a mennyi anyádba. Igen. Hát igen, mondjuk én vajba lennék, mert nekem az egyik kedvenc rajzfilm karakterem az a South Parkból Kula bácsit. Hát igen. Elhangzott név, nézd, és akkor mondanád a saját gyerekedre, nézd a kis Kula, hogy pisok. Nézd, megfordult. Nézd a kis Kula, már kúszik. Bocsánat. Milyen nevek vannak a mangában? Mert azt is említetted, hogy manga nevek azok nagyon mennek, Judit, hogy tudsz abból egyet-kettőt fejből, hogy most milyen... Hát most így fejből nem tudok, mert néha egész meglepődöm én is, mikor találkozom velük. A másik a sorozatokból még mindig mennek nevek. Egy baj van, hogy én nem nézem a sorozatokat. De mi megy a Bobby, meg a Jockey, meg ezek mennek? Vagy nem, ez nem, az azok úra, már nem. Nem. Török nevek mennek. A Rüya. Ja, hát most megy persze Szulejmán. Igen. Tehát ezek is hatnak. Nagyon-nagyon gazdag. Tehát régen azért úgy meg lehetett mondani, hogy most vagy tiszteleti név, ugye a szülők után kapja a nevet, vagy valamilyen család. És amikor fölvesznek egy olyan nevet, ami még nem volt, akkor ahhoz a névnapot ők jelölik ki? Vagy ez hogy nem, van? Nem, ez hatalmas gond, mert ugye megkérik a nevet, meg is adjuk. A névnap az egy katolikus hagyomány, ugye azoknak a neveknek van igazán névnapjuk, amelyeknek van védőszentjük. Na most hát azért se a Cseresznyének, se a Csinyerének se nincsen védőszentje. Ilyenkor van úgy, hogy a szülők javasolnak névnapot. Nekünk most van a honlapunkon egy új keresőrendszer, és ebbe beírjuk a névnapokat is.
akkor beírjuk ezt, mint javasolt névnap, illetve most megalakult egy naptári bizottság, és a naptári bizottság azt javasolja, hogy azt értettem, hogy magtári. Nem, naptári, nem. És akkor ők javasolják, hogy mikor legyen névnap? Igen, illetve van négy, tehát próbálunk négy napot majd kijelölni, és ez a négy nap ilyen általános névnap lesz. Mondjuk az epret májusra tenném, nem? Így tehát, van, hogy egy epret szeptemberre tenni kifejezetten kiszúrás. Én javasolnám, hogy tanácstalanok vagytok, akkor csörögjetek rá Bálint gazdára. Jó. Ja, Istenem, hát ez annyira szörnyű, amikor a szülők saját maguk szórakoztatására, vagy meg nem élt vágyaiknak, vagy rajongásuk tárgyaként használják a majd megszületendő gyereküket, nem? És így nevezik el. Hát ez szörnyű. Tragikus, és nagyon érdekes, hogy Amerikában például vizsgálták azt, hogy az alsóbb osztályba tartozó szülők, akik azok adnak márkanevet a gyereknek, mert ugye nekik elérhetetlenek azoknak a márkáknak a használata, és akkor mit tudom én, Chivas Regal, meg Nivea, meg Evian a gyereknek. Atya Isten, nézd a kis Johnny Walker, hogyan indul. Nézd a kis Johnny Walker, milyen ügyesen jár már. Fekete vagy piros címkés. Te jó Isten. Te jól hangzik. Nézd a kis vadon kecsúá. Nézd a kis Lexust, hogy elindult. Na jól van, hát nagyon szépen köszönjük. Azért nektek se könnyű ott az akadémiánál. Nem könnyű. Judit, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szívesen. Jó munkát neked, köszönjük szépen. Viszontlátásra. Köszönjük, dr. Rácz Judittal beszélgettünk. Igen, mert tényleg nehezen tudnak lehet később a gyerekek azonosulni ezzel. Mert hogy nem a te álmaid, nem a te vágyaid, hanem a szüleidé. Hát meg tudod, hogy hülye neved van. Meg nem éltek. Hát meg hülye neved van. Hogy hangozna most tényleg második gyereketeknek az lenne, vagy Sebestyén Anália. Miért pont ez? De tényleg. Azt gondolom, hogy talán egy kicsit tovább mentünk. Egy fokkal. Igen. Sebestyén morzsesz be a reaktorba, Gábor. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csapperet hangzik az ágy, a szuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban van, csak pirítod a hasad. Valami felrász magához húz, lehet már kor előtt, vagy egy hiány. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Na, láttátok ezt a feliratot a női WC-ben? Ez engem elgondolkodtatott. Volt egy tábla kirakva a női WC-ben. Én sokszor járok a női retyóra egyébként. Uh-huh. Tisztábbnak gondolom őket, meg azt gondolom, hogy itt annyi jó csaj van, hogy talán jobban odafigyelnek, mint ez a sok züllött pasi, aki itt van. Aztán néha rájövök, és olyat látok... Melyik ez a munkahely? olyat látok néha női WC-ben, amire férfi társaink is büszkék lennének egyébként, de most nem akarok ebbe belemenni, hogy melyik a higiénikusabb. Lehet, hogy egyébként egy előtted járó férfi volt a női WC-ben. Hát igen. Igen. Ki volt írva egy tábla... És azon kezdtem gondolkodni, hogy vajon ezek a táblák, ezek mennyire befolyásolják a bűnelkövetőt, mert hogy a táblán a következő szöveg volt, illetve pontosabban, ez nem is tábla volt, ez egy papír volt, és rá volt ragasztva a budi illatosítóra. Aha. Na most ezt kiírtam, ezt a táblát, a következő volt. Ne vidd el. Még ha ellenállhatatlan késztetést is érzel, ez volt itt a női mosdóban. És ne oszd helyette se erdei fuvallat légfrissítőt, se málnás illatút se. Ez volt körülbelül 3 héttel ezelőtt, hosszú hónapokon keresztül itt volt a női budiban ez a felirat és az illatosító. És bemegyek valamelyik nap, mit látok? Egy erdei málnásat szerintem. Eltűnt a régi felirattal együtt, és ott csücsül egy málnás illatosító. Hát ez szenzációs. Valaki elvitte a táblácskát, a feliratot. Valószínűleg többször lopták már el azt a fenyőillatot, vagy nem tudom, hogy mit. Nem lopták, bocsánat. Vagy vitték el. Kicserélték. Tehát, de... hogy itt ebben az cserélték. Egész sztorikban, nem. Hát hiszen a tábla arra vonatkozott, hogy valószínűleg már a múltban már ez megtörtént. Ez a cserél már többször megtörtént. És már ez valakinek szemet igen. szúrt. És gondold el már, az is nagyon szép, ha valaki ezt kírja, hogy se erdei fuvallatot, se málnás illatot. Kettő. Kétszer már ellopták. Legalább kétszer ellopták.
És ez most a harmadik, mert hogy eltűnt a női budiból, nincsen. És ott van. Mi a baj? Ott de van a Málnával. Mi a baj a Málnával és az erdei fogalattal? Azonnal fölmegyek az árgépre, és megnézem, hogy mennyibe kerülnek ezek, hogyha árérték arányban gyakorlatilag ugyanolyan minőségű terméket kaptunk. Akkor ő csak jót akar? Én például kifejezetten szeretem az erdei Málnás fuvallatokat, bár nem nagyon járok a női vécére. Nem értem, hogy mi a baj a Málnással és az erdei fuvallattal, de valószínű, hogy itt egy ilyen mondjad csak még egyszer, kicsit erdei fuvallattal ezt a dolgot, hogy nem tudod, mi a baj oda? Nem tudom, hogy mi a baj az a Málnással és az erdei fuvallattal. Szóval nem tudod, mi a baj. Én viszem a létrisítőket. Igen. És mondd csak, hogy mi a kedvenc illatod, csak aha. Nem a fenyő. Mert milyen szagod? Ez nem is szag, ez illat, sőt. Mert te imádna, imádom. Jó is az. A pulóveredből áll. A múltkor pedig kim volt a férfi lehúzón, azt olvastátok? De ez nem itt, hanem a fönti emeleten. Hogy ezt figyeld, hogy mi vezethette erre az írót, ha már ezt kiírod? Következő volt. Jártok az elsőre? Nem. Ne haragudj, mi oda nem mehetünk. Amikor ez foglalt, az csak neked van. Ja, az igaz. Amikor ez foglalt, és már nagyon közel érzem a kataklizmát. Igen. Nagyon nagy baj van. Ha otthon lehúzod, gyakorold ezt a jó szokásodat itt is. De milyen intelligens. De milyen intelligens. Na de gondold el, hogy ehhez az kellett, hogy találjál három pufajka ujjat, bizony, vagy négy darab zilbelsőt. Ami mellé már nem fér sem. Ami mellé ugye ki kellett rakni ezt a feliratot, vagyis tulajdonképpen előfordult, hogy ezen a munkahelyen dolgozók közül néhányan az első emeleten, itt a földszinten vagyunk jó sokan, ugye elfelejtik lehúzni? Hogy ki kell ezt írja valaki, egy titkárnő valaki, hogyha otthon is lehúzod, itt is gyakorold azt a jó szokásodat. Ha? Jó, hát lehet, hogy csak nem nézte meg, hogy sikerült-e a művelet. Hát csak reflexzere húzott egyet és kiment. De nem húzott. Nem mindenki nézi meg. De hallod, nem húzott. De lehet, hogy húzott, csak nem győzte. Ja, nem vitte le. Így van. De nem tudom, eleve az, hogyha valaki ezt kiírja, tehát már ahhoz is kell egy minimális önkéntes rendőri véna, de tételezzük föl, hogy valaki tisztaságot akart a férfi női vécébe. Most bemész, és ott van egy nagy belső, amit beütött papírral, cellukszal fölragasztod a tartályra, fölmászol, fölragasztod, tehát kell hozzá egyfajta. Igen, rendőri véna szerintem melós. De ha minden nap te találod meg a nagy kígyót a fajanszban, akkor szerintem egy idő után te is kiírnál. Mondjuk az is érdekes egyébként, hogy a valakinek az a kedvence. Az a hely, mert hogy érted, ott az első azért van több toalett egymás mellett, ellenben a milyen kell, ahol csak egy van. Tehát fönt van egy csomó. Most vagy mindegyikbe ki van írva, ezt nem tudom, hogy végignézted-e, vagy pedig valakinek az a kedvence, és ő oda jár be, és már megunta, hogy másnak is az a kedvence, és soha nem húzza le. Érted? Tehát valamiért, nekem például az ablak melletti a kedvencem. Ott a föntiek közül. Az valamiért én mindig oda megyek. Jó, igen. Világosabb, és meg rögtön lehet nyitni az ablakot. Ismered önmagad, igen. Igen. Nem, azon kezdtem gondolkodni, ezek a feliratok, amiket az ember tényleg nagyon sok helyen lát, és összeszedtem néhányat, hogy még így mit lehet látni, hogy ez ér valamit szerinted? Ér. Tehát, hogy ezzel nem is sokat. Ezt emberek elolvassák, például nálunk ott a szeleti hulladék gyűjtőben ki van írva, hogy várjál, mi is a szöveg, hogy az okos ember nem szemetel, ugye a többinek meg tilos, de ezt elküldte egy hallgató, hogy kultúrált ember nem szemetel, a többinek meg tilos. Hogy ez azt az embert, aki egyébként szemetelni nem. akar. Sajnos ez a példa jó példa, amivel kapcsolatban még szellemeset sem tudok mondani, ez a nettó gyökérség. Én ettől kikészülök, komolyan mondom, hogy gyakorlatilag oda bármit írhatsz ki, lerakja. Ha akkor is oda hordja ki a szutykát. Igen. Következő WC feliratra sikerült rákadni az interneten. Uraim, szintén férfi WC. A WC nem fél. Használat után kérem a villanyt lekapcsolni. Szellemes. Valaki megírja. Nálunk nem mindig szellemesek, de legtöbbször mondjuk célirányosok például, tudom én, ez női WC Roli. Láttam még olyan feliratokat, vagy találtam, hogy WC-ben kedves pisilő, miután elvégezted a dolgodat, öblíts egyet magad után, öblítsével. Ő így ismert ezt a szót, hát most. Egyébként miért nem húzod öblíts le? Egyet magad után. Félsz a fertőzéstől, hogy a zsinór fertőz, vagy a gomb? Hát, vagy spórolsz a folyadékkal. De okos. Spórolsz a vízzel. És azért. Érted, nem mindenhol víztakarékos, lehet, hogy van, ahol lejön egyszerre 10 liter. Ti láttok ilyen feliratokat, vagy nektek a környezetetekben van? De ilyenekre gondolok például internetről szintén. Nem dévószerviz, nem is volt, nem is tudjuk, hol van.
Nagyon, nagyon jó. ez a... Érjük, már 8. ügyfél megy be, hogy jó napot kívánkoztam. Írjanak nekünk a hallgatóink, akik vagy kitettek, vagy látnak ilyet, hogy mit tapasztalsz, hol van, mennyit ér, mi a szöveg, elriasztja azokat, akiknek ezt kiírták. Biztos, hogy nagyon sok van. Ugye az ember tényleg lépten nyomon lát ilyet. Nálunk a fürdőszobánkban van egy ilyen. Kiírtok egymásnak? Persze, igen. De azt, hogy a szüleid vagyunk, Virág, nem a komornyikjaid. Van is, van. De ki lehetne. Én a múltkor láttam valami kisboltom, ami ilyen éjjel-nappalim volt. Szerintem többször betörték, egy trafik mellett volt, lehet, hogy egyszerre kirabolták a trafikot és a boltot. Ugye, ha már kiraboltad a trafikot, hát akkor már átmész és kirabolod. Igen. Az volt kirolva, nem is tudom, felkiáltani, hogy betörők. Ja, betörő urak. Betörők, a kassa üres, vesző, ne rongáld az épületet. Jó, nem? Tehát, hogy ez szerinted elriasztja a betörőt? Vagy hát látod, hogy ki van írva, hogy a kassa üres, nem törz be? Tehát minden nemzeti dohányboltba rakják ki, hogy éppen most raboltak ki minket? Na jó, de az egy, jöhet áruér is a betörő, érted? Dohányáruér, nem csak a pénzért. Hát általában pénzért mennek. Igen. De ez jó, egyébként ezek a direkt üzenetekkel nincsen semmi gond, nincs, láttam egy pár évvel ezelőtt, amikor jelezték egy kedves turistának, vagy hajléktalanak, kedves uram, ne ide végezze a dolgát, használnánk a kertkaput. Egy kirándulás során találtuk rá erre az üzenetre, szegénynek. Hát igen, megszokták. Így a kertnek a hátsó bejárata volt, és ott előszeretettel valaki oda járt. Mert egy csendes, kellemes hely volt. Ilyen, egy kis zug. Igen, hát nézd, hát neki ott az, hogy meghitt volt. Nem zavarta senki. Panelházakban, meg lakótelepeken megy ez a nagy üzengetés, nem? Ugye a virágládát hova locsold, a szemét lerakó, nem az a lerakó, a biciklitárulót ne így használd, a lámpát olzs le, reklámújságot nem kérünk. Múltkor láttam, hol voltam, Jézusom, ami közös képviselést intéztem anyukáméknak, és bementem a egy másik házba. Reklámújságot nem kérünk. Ha beteszed, letöröm a kezed. Mert az első mondatban még szép. Reklámújságot nem kérünk. Tök jó van, és olvasom, ha beteszed, letöröm a kezed. Hát mondom, Isten hozott. Milyen szép világ. Ha beteszed, letöröm a kezed. Igen, de két részletben írtak ki. Először azt, hogy ne, a reklámújságot nem kérjük, és mégis beled dobva többszörösen, na akkor kiírta, hogy letöröm a kezed. Igen. Szerinted, akik kiírják, azok napokig idegeskednek, és utána írják ki? Vagy ez egyfajta ilyen preventív jelleggel megelőzés? Hogy ezt megelőzik, kiírják, és akkor kicsit megnyugtatják a lelkiismeretüket, hogy ők tettek az ügy érdekében. Ez már az, amikor eldurral az agyuk. Tehát, hogy amikor már olyan sokszor fordult el, hogy már nem tudnak uralkodni magukat. Akkor történik meg ez a kiírás. Akkor leírod, igen. Egyetemen női WC-ben ír egy hallgató. A WC-kefe használata nem fakultatív, hanem kötelező. Igen. Aztán, ismerősömnél volt a kamrára kiírva. A kolbászoknak nincs szükségük világításra. Igen, ha kicsi, akkor állj közelebb, ezt ugye ismerjük egyébként. Írja valaki, ezt láttam kiírva egy büfében. Forró ice tea kapható. Ah, ez jó. Milyen nehéz lehet az megoldani. Forró ice tea. Szemetelés. Erdőben. Ezt Dizzó írta. Nekünk ezt a feliratot látta. Az állatok nem szemetelnek az erdőben. Kérjük, viselkedjen állatmódján. Ezt Rizzó küldte nekünk. Szóval hogy azért tényleg az is egy külön véna, hogy kiírod, nem? De például egy trafikra ki van írva, hogy most saboltak ki minket, ne jöjjön be, ez hat. Vagy ne lépjen a fűre, vagy bármilyen, ne dobja be a reklámújságot. Ez hat szerintetek? Nyilván nem. Tehát kiírod a postádra, hogy nem kész reklámújságot, ugyanúgy bedobják. Nem? De, ugyanúgy. Be, ugyanúgy. Bedobják. Ugyanúgy betömkés. Nektek nincs kint, hogy reklámújságot nem kértek? Mi lemondtunk erről, én kiraktam egy ilyen csövet, és hozzátok, megyek hátra rögtön a szelektívbe. Már hogy esik be egy ilyen vízcsőbe? Vagy van egy vízhites cső, egy ilyen, tehát ugye klasszik kertvárosi részeket szokták látni, hogy láthatók ezek a kis csövecskék, szépen beletolják, aztán kész. Tonna számra kapjuk egyébként, tonna számra, semmit nem olvasunk el. Megy rögtön hátra a szelektív. A legszebb ilyen felirat, az Békéscsabán laktam egyszer egy ilyen négy emeletes panelba, és ott a másodikon lakó néni írta ki, hogy a csengőm nem jó, nem működik, ne nyomkod, hogy akkor mély zavarja. Igen. Hát akkor nyomkodja nyugodtan, úgy se csörög. Teljesen jogos. Hát gondolom arra akart kiukadni, hogy kopogjon. De nem. Tehát, hogy tudd meg, hogy te hiába nyomod. De nem, ott konkrét tiltás, hogy ne nyomkod, mert nem működik.
Érted? Tehát ja, hogy csak simán én is simán letiltott. Igen. Nem, mert akkor azt írod ki, hogy legyen szíves, kopogjon, mert a csengő nem működik. Akkor ezt írod ki, de a kopogásról szó nem volt, csak ne nyomkod, mert az engem zavar. De hogy zavarja, hiszen ha nem működik, akkor nem csörög. De jó kezek. Hát így, Jani néni kiszólt. Hát ne érted, ha ne nyomogassák folyamatosan. Ha nem fizet közös költséget, használja a lépcsőt. Az is igen, liftes házban. Tudod. Hogy akkor nem mehetsz lifttel. Ne, akkor nem menjél, mert nem fizetsz közös költséget. Akkor járja a lépcső. Így ez is jó egyébként. Így egy másik hallgatónk kertkapu látja ezt a feliratot minden nap. Ennek a kutyának foga van. Egyébként rémisztően hangzik. Igen, ennek a kutyának foga van. Na jó, nézzünk akkor körbe, jó? Hogy ki mit lát lépcsőházakon, kertkapun, dohányboltokon, trafikokon, kis vegyesboltokban, vagy egész egyszerűen csak lépcsőházakban, nagyobb lakótelepeken. Ki hogy nevel, ki mit ír ki, és ki mire szeretni felhívni embertársai figyelmét. Várjuk az SMS-eket. A Klassz FM-en. 9:07 Jó, ez a rúzsamagli, csak öngyilkos leszek, nem? Létszínetek. Miért? Hát szerelmes. Ne imádom, én nagyon szeretem a rúzsamaglit. Reggel. Ez annyi, na mindig. Mit is akartam mondani? Hogy? Na nézzük az SMS-eket, jó? Hogy mit kaptunk? Ugye feliratokról beszélgettünk, hogy mi értelme van kitenni, és ki milyen felirattal találkozott már, illetve, hogy kik lehetnek azok, akik ezt kiteszik. Társasházunk lépcsőházában volt kírva a következő felirat, vagy kiírás. A lépcsőház felmosása és az ablakpucolás mindenkinek kötelező, aki nem takarít, közlekedjen kötélen. Gyanítom, hogy a szomszéd írta ki, aki mindig nehezményez, hogy este 7:30 zuhanyzok, és... Súg a falukban a víz. Igen, súg a falukban a víz. Kocsmában kiírva láttam a következőt. Ne köpködj a pult alá, mert ott fekszik a barátod. De szép. Azt mondja, hogy kópüzlet áruszállítás. A csengő nyomásának hossza fordítottan arányos az ajtó kinyitásának gyorsaságával. Júj, de szép. Norvi. Azt mondja, cserkeszőlő kertkapu kiírás a következő. Vigyázat, a kutya harap, és az asszony se teljesen megbízható. Igen. Kapun láttam a következő feliratot, írja nekünk Szemi. Ne félj a kutyától, ha csengetés nélkül jössz be, előbb lőlek le, mint ahogy a kutya megharap. Felirat autó kijárónál. Ne állj a kapu elé, mert lefestem a kocsid. Nagyon szarul festek. Nagyon-nagyon jó, igen. Jó. Szórólap ellenőr voltam, a következő felirat a postaládán. Nem veszünk semmit, nem adunk el semmit, nem térünk át másik hitre, és ezt a kutyák is tudják. Nem is csengettem be. Hát Dindi küldte nekünk. Étteremben. Úgy használd a WC-t, hogy utána abból a kézből kapod az ételt, ami azt takarította. Ricsi, de szép. Ez többféleképpen elküld. Igen, hogy úgy használd a piszuárt, hogy utána az a kéz keveri neked a koktélt, aki a rágót kivette a piszuárból. Igen. Házmester, tisztelt lakók, zárjuk be a lépcsőházat, mert bejön valaki, vagy kimegy, vagy bejön a hideg, vagy kimegy a meleg. Egy lakó odaírta, vagy a Darth Vader. BT küldte nekünk. Edzőteremben. Lábtológépre kiragasztott papír, a felirat a következő. A gépet hozzáértők tervezték. Ne legózzál a gépekkel, mert letépem a fejed. Szenzációs. De most mit keres a mondat első része? Hozzáértő emberek tervezték. Ez egy tény megállapítás. Nagyon örülünk. De az mi, hogy és akkor rögtön váltasz, ne legózzál, mert letépem a fejed. Igen, tehát hogy hozzáértők, azért van úgy kitálva, hogy vagy jó így a gép, ne kezd el elhordani, átszerelni, a csigát átvinni, a nem tudom mit átvinni, úgy használ. Ne legózzál. Ja, ahogy van. Ahogy van. Igen. Kertkapun felirat. A következőt láttam. Bodri 6 másodperc alatt gyorsul 100-ra. És öt? Bodri. Bodri milyen veszélyes lett. Bodri. Micsoda? Nálunk a cégnél a kávéautomatát többször megrongálták, a tulaj ráírta. Kamera, azt fizetsz. Ezt nem értem. Kamera, azt fizetsz. Ja, hogy kamera, azt fizetsz. Ja, értem. Jó. Azt mondja, hogy szerviz kapuján. Megjavítunk bármit. Kérem, hangosan kopogjon, mert a csengő nem működik. Ez most nem tudom, hogy igaz vagy nem. Nem. Az nem, jó. Panelházasom, azt nem. É. Sajó Szentpéter. Következő feliratot láttam a kapun. Vigyázz, a kutya harap.
De oltva van. De jó. Teljesen de jó. De legyen benne jó, jó hír is. Teljesen jó. Konditerem piszoár fölött a következő feliratot olvastam a napokban. Ide egy hallgató, Benny név szerint. A vizelet elhelyezése után 3 másodpercig tarts nyomva a gombot, majd izmos kis kezeddel bátran kapcsold le a villanyt. Ha lehet a másikkal, hogy a villanykapcsoló ne legyen pöcsös. Nagyon jó. Nagyon jó. Köszönjük szépen. Nagyon. Játékmúzeum WC-ében. Figyelj. A WC nem képezi a kiállítás tárgyát, ezért kérjük az ajtót becsukni. Azt mondjam. Üzlete láttam a következő feliratot, ír egy hallgató. Húzni. Ha nem nyílik, tolni. Ha így se nyílik, lehet, hogy zárva vagy. Közös hűtőben a következő feliratot láttam, írja Andor a szállító. Azért, mert az van ráírva, hogy parasztmájas, nem a tiéd. Ezek szellemesek egyébként. Jó. Abszolút. A kedves 10. emeleti lakó, na itt elindult a személyeskedés. Nem, ez már nagyon konkrét. Ne köpj a sarokba, ne bagózz a liftbe. Ez már nagyon személyes. Egészségügyi intézményben a következő feliratot láttam a napokban, írja egy hallgató. A csapvíz nem iható. Egészségügyi. Azért legyen jó. Hát most milyen legyen a csapvíz, egy egészségügyi intézmény érte? Én egyszer láttam bent az RTL-ben a hűtőbe egy ilyet, hogy azt mondja, hogy ha már megeszed a másét, legalább mosd el a dobozt. Mert állandó, hogy rájöttek a hűtőre, és hát ugye el lehet tüneteztek dolgok. Jó, hát tudod, a közös hűtőből a megelőzés egy másik téma. Kicsi, amit neked az, így van, családban marad. Az szinte olyan, mint a tiéd lenne, igen. Panelban a következő felirat írja Mike. A gyereket ne a liftbe pisiltesd. Korrekt. Azért a szép világ. Ha valaki a szép ezt nem világ, tud, bizony. Igen. Ha az egy gyerek volt. Igen. Buszon láttam a következő feliratot írja nekünk Niki. A busz vége ugyanoda megy, ahova az eleje. Ezért kérjük, fáradjanak beljebb. Ez jó. Szellemes, igen. Buszon volt a következő felirat, valószínű a sofőr írta ki, írja Barbie. Kérem, ne szemeteljen, én se öntöm a fáradt olajom a táskájába. Régi apeknál a WC-deszkát légy szíves, ne pisáld le. De így pisáld? Jaj. Ebben ez a szép, hát ezt ki kell mondani, ugye, mert ebben ez adja meg. Ez adja meg. Nyers. Nyers, de lényegre tör. Nyers, de lényegre tör, igen. Na nézzük még egy-két feliratot. Velencén egy házra ez van kiírva. Kedves betörő úr, itt egy szegény ember lakik, de ott, és hatalmas nyíl jobbra. De ott, Velencén van. Sajnos nem írta rá hallgató. Velencén, keresd meg. Kedves betörő úr, itt egy szegény ember lakik, de ott. Arra. Igen. Azt mondja, hogy mi ugyanaz ételből kapott. Igen. Hát, ezek voltak, igen. A panelház fali újság ilyen üzenet állítólag tök komoly. Második emeleti lakó, tisztelt második emeleti lakó. Kérem, ne fingjon a kádba, mert hangos. Köszönettel az első emeleti lakó. Hát a panel most simán átszól. Azért, amikor így finoman kiírod, nem? Amikor többen laknak még az első emeleten, akkor nem olyan kellemetlen. Lépcsőházba láttam egy lakásnál, a lábtörő használata ingyenes, sírtam. Ezt Pepe küldte nekünk. De te saját rokonaidat, meg a saját barátaidat szólított föl? Igen, mert más nagyon nem engedsz be a házba, vagy a lakásodba. Ugye, hogy itt ez egy elég személyes kis kiírás, igen. Na, hát ezek jöttek, úgy látszik, akkor ez még mindig megy egyébként. Megnézem még, hogy vannak-e frissebbek, biztos nagyon sok jött még. Étteremben kírva jó, hát az nem. Azt mondja, hogy nyerőgépen kis cetli. Rajta rossz. Alatta egy másik, nem jó. Érted, ugye? Érted? Nem jó. Működésképtelen. Igen. Kapu, láttam néhány hete ezt a feliratot. A kutya be van tanítva. Ha letépi a kezed, és elviszi, vissza is hozza. Azt mondja, Szlovákiában láttam a kapun. A kutya hamis. Hamis a kutya. Hamis, nagyon jó. Azt mondja, hogy kerítésen csak annyit kutatiszkot hagyj itt, amennyit otthonodnál is eltűrsz, ezt Kati küldte nekünk, igen. Autoszervizban a felirat, mi gyorsan, jól és olcsón dolgozunk. Jó, hát ezek régek, de nagy klasszikusok, igen, ennek csak kettőt választhatnak szabadot, de olyat írjatok, ami nem ilyen internetről leszeded.
WC-ben a szemetesnél és a mosdónál a következő felirat van, ezt Niki küldte nekünk. Kérlek titeket, hogy a kukát etessétek, mert a padló diétázik. De szép. De szép, szép. Na jó, van egy olyan, ami zseniális, de az beolvashatatlan. Megvan a ne lopj kezdetű boltban. Keresem. 53 a vége, de ezt nem tudom beolvasni. Na jó, oké, köszönjük szépen. Ja, hát ez igen, idézhetetlen. Az idézhetetlen, azt sem tudom beolvasni. Köszönjük szépen az SMS-eket, játszunk valakivel, már is itt van a játékosunk, hármasugrás, játszunk velem. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Hello, Gyula. Igen, igen, igen. Gyula, honnan hívsz minket? Hát itt Nyíregyháza alatt állok pillanat. Na, félreálltál? Igen, félreálltam. És mit szállítasz? Hát tápot. Milyen tápot? Csirke tápot, liba tápot, kacsa tápot. Ó, mit tesznek ezek a szerencsétlenek? Sok minden jót, hogy gyorsan nőjenek. Ugye? Na, erre akartam kiugatni. Mennyi egészségű dolgot tesznek meg, hogy gyorsan, szép, nagyok legyenek. Sok, sok dolgot, ami elemeinkben, természetben is megtalálható. Igen. Hajjaj, és akkor nincs is, aki segítsen, egyedül vagy? Egyedül vagyok teljesen. Mit csináltál hétvégén, hogy telt? Dolgoztam. Ugyanezt. Szombat, vasárnap. Hát jó. Akkor igen, nézzük a kérdéseket. Jó van. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem elég triviálisak. Egyszerűen. Igen, az jó. Menni fog szerintem. Igen. Na. Figyelj, Gyula, itt szól az első kérdés dedikált egérrel átétel. Nem. Mi az első? Nyakbakasztó. Nyakbakasztó. Melyik városban található az iszlám világ legszentebb helye, a Kába szentély? Mekkában. Így is van. Így van. Mehetünk tovább? Igen, próbáljuk. Így szól a második kérdés dedikált egérrel átétel. Ki alakított a Scully ügynököt az X-akták című tévésorozatban? Egyik leghíresebb szerepe a színésznőnek. Igen, igen. Aki mostanában Hannibal című sorozatban, és legalábbis az első évadban, amit végignéztem, feltűnt, és első osztályon. Tudom, pedig valami nagyon... melyik nap volt a első film a tévében. Hol volt? A filmje, a Hinni akarok a tévében. Igen, a tévében. Jaja, jaja. Amit ő nyomozónőt? Nem, a filmváltozat az X-aktáknak. Filmváltozat a... Ja. Mozifilmváltozata. Andersen mesében nem játszik, ugye? A férfi az David. Na, ezt a nevet még nem hallottam kétszer ugyanúgy kimondani. Dávid, Gyukovni, Dávid, Dacsovni, Dutyovni, Dötyövni, David, Dávid, minden volt, de ugye ez a férfi. Ő egyébként. Igen. Most fejezte be a Kalifornia. Hát, pedig tudom. Hát, de nem. De nem, jut. Pedig a Feri még segíteni is akart neked az Andersen mesével, mert hogy Anderson, Gillian. Gillian Anderson. Igen, Gillian Anderson, ez a soha oda nem érő színésznő. Mindenki, az, ott van az mindenki azért tudja, de senki nem tudja a nevét. Nagyjából. És még bumbozni se lehet. Azt nem, az csak a harmadik, az csak a harmadik után, igen. Igen. Jó, oké, hát nincs sajnos ajándékcsomag. Nincsen sajnos. De ne keseredj, Gyula, játszol még valamikor. Jó? Így van, köszönöm a játékot. Jó utat neked. Ciao, hello, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Bevásárló központ mosdójában láttam a következőt a mosdóra kirakva. Nem jó, no good. No good? No good. No good? De no good. Jó. No good. No good. No good. G-U-T. No good. Na, úgy néz ki, hogy megvan a minden idők leghíresebb szakkommentátora. Mert hogy ő ugye a kolumbiai rádió egyik kommentátora, és ugye hát ő, a Rodriguez lőtt egy gólt, méghozzá talán azt hiszem, hogy Uruguay ellen, és hát ez a rádiós szakkommentátor, ő olyat alkotott, amit egyébként itthon, meg hát szerintem szert a világban kevesen tudnak. Mezei Dánielt is lenyomja? Szóval akkor... És ez meg is van ez a felvétel. Istenem, de jó, hogy tudok önmérsékletet tanúsítani. De jó. Öregszel, erre csípőből olyat tudtam volna rámondani, de Istenem, de jó, hogy visszanyeltem, igen. Szóval, hogy kellene majd egy magyar szakkommentátornak közvetíteni a magyar gólt.
ha egyszer kijutunk 2100-ban, vagy 200-ban. Arra célzol, hogy itt ebben az esetben, amit nyilván meg fogsz nekünk utatni, így érződik az eufória, érződik az öröm? Nem kicsit érződik az öröm, igen, döbbenetes, amit csinál. Uruguay lőtt egy gólt, Kolumbia, bocsánat, Uruguaynak, és ezt hallhatták a rádió hallgatók. Érdemes meghallgatni, hogy azért ennyire még a Gundi se tudja, pedig ő is nagy van. Szerintem nincs benne. Itt benne van? Ha mennyi levegője van? Domi Colombia! Honnan veszi a fenekén veszi a levegőt? Hát itt azért van öröm. Úgy tűnt, mintha nem hagyta volna idegen az a gól. És az eleje a gól. Azt nem tudom, hogy még akkor megy a kapu felé, vagy... De Rodrigueznek a... Vigyed! Építkezik. Hát nem szenzáció? Hát ezt így kellene, nem? Így kell csinálni. Így kell csinálni. Domi Colombia! Nagyon jó ez, hogy visszaugrik. Én őt imádom. A van tüdő. De una patria llamada Colombia! Que golazo de Cabez! Una pintura! Ez mondjuk már egy választási beszéd itt a vége. Gondold el, hogyha ő mondjuk kint van a VB-n, és ül mellette mondjuk más közszolgálati rádió tudósítója, hogy azok tudod, hogy átnéznek már középkezdés, elment, azok hogy közvetítenek miközben ez az elmebeteg ügy? De közben így kell, szóval, hogy ez zseniális. Hát ez a legjobb. Gondold el, hogy ott egymás mellett ülnek, viszonylag messze egymástól, de hát ezt nyilván hallott, hogy a kolléga kicsit belelkesült. Hát és így kellene mindent. Gyakorlatilag neked is hétfőn gyakorlatilag. Bejövünk, és akkor jönnek a feleségek, és akkor jönnek a feleségek, Ágossal, és Nem? Nem lenne egyéni? Nem ez lenne az igaz? Egyébként igen. Lehet, hogy mindenki fölébredne. Igen. Aj, nagyon szeretem. Kolumbiában lőttek most le valakit, meg kicsit örültek a gólnak? Aj, igen. Ez volt, hogy lövöldözünk? Picit örömködtek, na lőttek párat a levegőbe, egy 25-26 éves nőt véletlenül lelőttek, szegény. Hát volt egy kis örömködés. Azt hiszem, pont ennek a továbbjutásnak örültek nagyon, hogy ugye Uruguay ellen tovább lőtték, gyakorlatilag ezzel a kolumbiai válogatott minden idők legnagyobb labdarúgó sikerét ért el az ország történetén, és akkor egy kicsit örültek otthon, hogy lövöldöztek. Kézzel lövették ott a karabélyeket. És egy szegény nőt. Igen, elkezdtek lövöldözni. Lehet, hogy emiatt van, emiatt a riporter miatt. Másképp örülnek. Igen. Másképp, én nem tudom, mi van egyébként a magyar közvetítésekkel. Most azért már belenéztem pár meccsbe, de úgy valahogy olyan nem tudom. Hiányoznak kicsit a nagy belődök, vagy a nagy régi nagy nevek. Nem tudom, ugye azért voltak valamilyenek ezek a közvetítések, most leszámítva egy-két embert a futball világbajnokságon is. Jó. Nem, én nem hallom rajtuk azt a fajta, nem is lelkesedés, hanem hogy szellemesek lennének, hogy olyan szófordulatok lennének, hogy úgy közvetítenének. Most az mindegy, hogy informális vagy nem, mert nyilván mondanak információkat, de valahogy úgy, vagy mondana vagy valami nagyon nagy blödséget, amit el lehet rögni. Az sincs, hogy ilyen nagyon sok a nagyon középszerű sportkommentátor. Hát, legalábbis én most, akiket hallok a futball világbajnokságot közvetíteni, ilyen teljesen langyos vizek. Tehát nem is gondolod azt, hogy úristen, ez hülye, tudod. Mert akkor legalább az is kivált belőled valamit, hogy úristen, mennyire vicces vagy szórakoztató. Hogy régen azért ugye hát a nagyok azért vagy humorizáltak, vagy mondtak valami olyasmit. Úgy érezted, hogy ha rossz a meccs, akkor is a dolog élt és működött. Nagyon sok középszerű van szerintem nekem most. Egyértelműen a Hajdu B meg a Gundi az, igen, akik. Hajdu B, a Gundi. Nagyon intelligens, nagyon választékos a fogalmaz. Hajdu B meg zsivány és konstans vicces. Igen. Igen. De ez a fajta zsiványság, szellemes, vagy ez a fajta szellemesség, ez szerintem rettenetesen hiányzik egyébként a közvetítésekben. Jó, korrekt, elmondják, kapcsolják a stúdiót, visszajönnek, megint elmondják, elköszönnek, de hogy ilyen semmi beazonosítható, semmi egyéni, semmi olyan, amitől
várod azt a sportkommentátort, hát meg ez a tisztelet a kis számú kivételnek. Oké, de hogy itt nyilván itt a saját nemzeti válogatott lő, tehát ez nem lehet elvárni mondjuk egy nem tudom, egy mexikó-hollandó, hogy egy sportkommentátor egy magyar így üvölcsön. Tehát én nem is azt mondom, hogy ez a fajta öröm legyen, csak valahogy olyan szürkék, vagy olyan középszerűek. Most mondom, jó pár meccset megnéztem, és ezt direkt ezt figyeltem, hogy mondd-e valami olyat, tudod, amin elmosolyodom. Ami nyilván nem egy humorfesztivál a futballvilágbajnokság, de hogy lát a képen valami olyat. Vagy történik egy vicces, amire mondjuk a Hajdubi azért rá tud fűzni valami ilyen kis kisebb fajta humor. Semmi. Az ég egy adta világon semmi. Annyira sokan középszerűek, hogy megdöbbentő. A rádiós közvetítés az azért az más, nyilván, mert ott ugye nem lát a hallgató, nem látja a meccset, ott el kell mesélni. Most a tévében ott ülsz, mint közvetítő, és látod, hogy tudod, hogy mindent lát. Igen, de hát azért a knézia, hogy közvetített, meg igaz, szóval, igen. Hogy azért ott egyszerűen jött a meccs, meghallottad a hangját, és még ha nem is drukkoltál, egy izgalomba jöttél. Aha. És azt érezted, hogy úristen, ez egy jó meccs lesz. És a 66. persze dögunalom volt, de még mindig mondta az információt, szórakoztatott, jó volt, nem? És ez valahogy most egyáltalán nincs meg. Vannak olyan sportcsatornák, ahol én hallok ilyen sportkommentátorokat, akiket néha letiltanak, néha megbüntenek, néha elnézést kérnek. Hát igen. Elnézést kérnek a viselkedés miatt a sportcsatornák, de jelen pillanatban az a gárda, aki most szerintem kint közvetít effektíve, 80%-ában nem tudná visszamondani egy három olyan mondatot, ami megmarad benned, vagy emlékezetes volt. Nem hát tudom, vagy ez a fajta minden elsőpről lelkesedés és fanatizmus, ami ebből a kolumbiai emberből árad. Hát ez hiányzik. Igen, igen. Na jó van, 3 perc, pontosan 9 óra. Mi a helyzet az M5-ösön, kérdezik sokan a méhekkel, nem tudjuk, de ha ahogy elküldik nekünk, akkor rögtön mondani fogjuk, jó? Várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Itt sziasztó. Vagyunk, hello Feri, hello Jani! Hello, drága hallgatók, jövő héten! Átvegyünk mi is Kolumbiaiba? Mert leveszem a fülön. Július 11-én Füreden vagyunk, ez jövő hét péntek. Úgyhogy az a következő klassznyárállomás, ez majd... Már jövő hét péntek? Igen. Az király! Tehát de jó. Már reggel megbeszéltük. Nem baj, de most elkezdtem örülni. Ja, mert akkor még nem örülünk. Picit elkezdted várni? Kicsit pukkan a pezsgőm. Nagyon szoros volt a dugó. Igen, július 11-i Balatonfüreden vagyunk, ez jövő héten. Pénteken lesz majd a klassz nyár második állomása. Milyen van? Várat nézel meg, Jani? Biztos van ott hát valami Füreden. Rom. Hát Füreden. Füreden keveset. Viszonylag kevés. Hát ott van igen. Itt a környéken, de azért, hogyha a felvédéken boklászok, akkor majd ott lehet. Van egyébként a déli parton is. Fehérkő egyébként, hogyha esetleg valakit érdekel, menj rá. Na, és akkor nézzük a... Kereki mellett találjátok, megnézzétek meg. Híreket. Ez egy téglából épült úgynevezett huszárvár. Szuper. M1-es 87-es kilométernél szakadó esőben 15,5 fokban fotózzák a Győr felé haladókat. Vézoli. Vézoli. Igen, vízi, bicikli, delfines csúszdás. M6-os Pécs felé a 120-as kilométernél van egy trafi, ott is mindenki menjen óvatosan. Horthy Gábor nevét küldtétek el nekünk, sokan így van. Ő talán sportklubon van. Ő valóban nagyon szórakoztató. Sajnálom, hogy a csatornák egyébként nem vehetnek át valaki mástól. Tehát nem úgy viszik a televízió, mint a VB kommentálással szakkommentátorokat, hogy bárhonnan elvihetnek bárkit, uh-huh. Nem? Ha van sajátjuk, gondolom elégedettek van saját, pedig szerintem szórakoztató lenne. Ugye itt a szakkommentátorokról beszélgettünk, hogy... az, amit hall az ember, a világbajnokságon talán egy kicsit többet várna, és hát itt nagyon sokan ugye elküldtétek, hogy ezért vannak jók. Például Gundigenről beszéltünk, vagy hát ugye az előbb említett úri ember, aki egyébként tényleg rettenetesen szórakoztató tud lenni, néha eltiltásokban, letiltásokban, meg büntetésekben is beleszalad, mert mond olyat. Gundi a magyar válogatott meccsén egy Gyurcsó helyett Gyurcsány mondott, ráfogta sok politikai plakátra. Készülünk hívni, egyébként már a múlt héten akartuk, csak mondta, hogy még ne hívjuk, mert hogy még nem látott semmit Brazíliából, csak stadionokat, és kért még egy kis időt, és ezen a héten valamikor mi visszajövünk, vagy itt maradunk, és délben megcsináljuk majd vele a beszélgetést, hogy az időeltolódás miatt tudjon aludni, de hogy azért nem tudtunk még a múlt héten vele foglalkozni, mondta, hogy semmire nem tudna mesélni, csak arról, hogy milyen a stadion, meg milyen a másik stadion. Jön, megy, utazik az folyamatosan. Szép, az is szép, de mondta, hogy most lesznek már ugye szünetei,
így a nyolcad döntők alatt, akkor már egy kicsit tud többet megnézni az országból, és akkor fölhívjuk, hogy meséljen nekünk, hogy milyen kint. Addig picit bepotolj az elmaradásait az éjszakai életből. Biztos, Gundi az a típus, aki belecsap a lecsóba esténként. A Gundi ránézése az a típus, aki hajnali négyig mulatja az időt, és így dobálja még az eurókat, hogy még egy jó teszi be a bugyi pénzt. Csak információgyűjtés kapcsán mennyi? Csak a Morning Show miatt csak kérdezem. Balázsék, na mindegy, nem is érdekes. Önök úgysem tudják, mennyi? Igen. Valaki kérdezi, hogy gyerekek, nem hiszem el, Ákos már többször mondja, a méhek, mint állatok? Hogy van ez, írja Lackó. Mi a méh? Hát az hát egy Lackót, növény. Igen, tehát kérdezzük meg, hogy Lackót, hogyha nem állat, akkor mi? Ugye? Tehát akkor mi? De többen elküldték, hogy a méhek, mint bogarak, meg rovarok? Hát akkor mi? Hát fajok. Hát emlősnek azért ott fura lenne. Hát állat. 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 Igen. Állat. Növény nem lehet. Ember lehet a mi? Hát egyébként, bocsánat, tehát, hogy mi is állatfaj vagyunk valójában, kicsit kupálódtunk. De rég hallottam ezt, hogy kupálódik. Hát mi is állatok vagyunk, nem vagyunk mi állatok? Dehogy nem. Igen? Nézd már magadra. Nézd meg, hogy etted meg ezt a barackot reggel. Komolyan érted, mi hagysz magad után már, komolyan mondom. Ha rácsapsz a pultra, elmegy a fél fülem. Igen? Konkrétan ne csapkod a pultot, de monóba megyek át, igen. Ezt is tök komolyan. Rábágtál a pult, és a jobb fülem elszáll. Az lehet, hogy ez egy rohadt nagy szenzor, és nem egy pult? valami nem stimmel. Ne ütök egy pultot. Hát egy touchpad. Na, megjöttek a legfrissebb betörés felmérések, gyerekek. Van ilyen? Mérik van ilyen, képzeljétek el, igen. Megnézték, hogy, illetve beszélgettek betörőkkel, és megnézték, hogy hova, mikor szeretnek betörni, és ebből elvégezték a legfrissebb betörési statisztikákat, és ebből nagyon sok érdekes dolog kiderül. Ezt az Országos Kriminológiai Intézet végezte el, mármint ezt a kutatást, és megpróbálták megállapítani, hogy egyrészt hány percenként törnek be Magyarországon, milyen típusú lakásokat szeretnek, miért azokat szeretik, mitől félnek, mitől nem félnek, mi az, ami érdekli őket, és mi az, ami nem érdekli őket. És kiderült, hogy 2 percenként történik vagyon elleni bűncselekmény, amiből minden hatodik egyébként betöréses lopás. Azért ez elképesztő, és nagyon sokat romlott az utóbbi években a statisztika. 2 percenként vagyon elleni bűncselekmény, hát ebben nyilván lehet rablás, csomó minden, de hogy minden hatodik betöréses lopás. Úgyhogy nem hülyeség ennek azért utána járni, hogy az ember hogy tudja megvédeni azt, amiért megdolgozott, és hogy célpont lehet-e ő, vagy éppen nem kell félnie. Egy darab 4 órás műsorunk alatt van 120 betörés. Igen. Ezt nem hiszem. Ennyi. Na 2 percenként van az óránként. 34, 312, 120 betörés. Simán lehet, hogy most valahol éppen ebben a pillanatban helyszínelnek. Vagy. Há, vagy pont betörnek. Vagy pont betörnek. Igen, a 30 betörőt, akit megkérdeztek, 139 egykori betörővel, vagy elfogott betörővel beszélgettek, és nagyon érdekes dolgokra jöttek rám. A megkérdezettek közül 30 volt tekinthető profinak, akadta ki 285 bűncselekményt ismert be. Uh-huh. Profi, nem? Mondhatni, hogy azért profi. Tehát a profi alatt azt kell érteni, hogy ilyen megélhetés szintjén űzi, aha, akár évek óta. Igen. Tehát, hogy tulajdonképpen ebből élt, igen. A kifaggatott fogvatartottakat átlagosan 10 betörésért ítélték el életük során, több mint 50%-ukat már 18 éves kora előtt elkapták és el is ítélték. Átlagosan több mint 7 évet töltöttek el börtönben. És van itt egy százalék, ami érdekes, 14%-unknak semmilyen szempontja nem volt a betörés elkövetésében. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez valahogy azért így tudatosan zajlik, nem? Aha. Hogy kinézed, megfigyeled, megnézed, ugye? Hát ha te betörő lennél, hogy csinálnád? Hát szétnéznék. Szétnéznék, ugye? Vannak a nagyházak, hol van az ablakon, ha benézek, csillogó aranykeret, nem? Hát valami olyasmi, hol áll nagyértékű autó, mert nyilván a házban is nagyobb értékek vannak, és én előre megfigyelnék. Tehát, hogy egy héttel előtte már odaállnék a ház elé, valami ízében egy lepukat. Na tessék, mit figyelnie meg? Tessék. Például. Megkérdezték a betörőket, hogy ők miket figyelnek, mindjárt elmondom. Mondhatsz mondjuk 4 dolgot, jó, amit te megfigyelnél. Milyen autóval jön haza a tulajdonos? Van-e több autó? Milyen a
ha a családanya megjön a bevásárlásból, akkor igen? Milyen zacskó van nála, melyik cégnek a nylon zacskója, tehát aha, egy ilyen elit bevásárló központos igen? Nylon zacskó, vagy a kisboltos a szomszédból, ez kettő, megnézném azt, hogy van-e sok ékszer rajta, mert akkor nyilván van több ékszer oda benn is. Ez a harmadik, és mondhatok még egyet, azt aha, mondja, hogy a negyedik az... Várjál, a negyedik az mi legyen? Hát az a ház legyen maga, nem? Maga a ház. Elmondom, hogy miket figyelnek a betörők. Megkérdezték őket. Azt mondták, hogy fontossági sorrendben a következőket kellett megnézni. Szemtanúk vannak-e? Tehát egyáltalán nem azt nézik, hogy... Oh. Elsőre nem azt nézik, hogy milyen a ház, milyen kocsi, mennyire drága, hanem hogy ki járnak-e a szomszédok, vannak-e szemtanúk. Ez például nagyon érdekes, hogy jó az, ha forgalmas az utca, ahol laksz. Aztán, milyen a menekülési útvonal? Na, nem vagy még profi. Azt hiszem, hogy nagyon mellé. Nagyon-nagyon. Milyen szacsorral jön a ház? Hát persze. Nem. A menekülési útvonalat nézik, hogy hány autót, merre tudnak menni, zsákutca, mi van. Ez ugye rajtad nem segít, mert nem fogsz elköltözni, ha van két zsákutca ott a környéken. De hogy a profik ezeket nyilatkozták, hogy ne legyenek szemtanúk, menekülési útvonal. Aztán... Van-e például távfelügyelet, van-e riasztó, milyen riasztó van a házon, kamerarendszer, igen, távfelügyelet van-e bekötve. Heteken keresztül csak várták a távfelügyelet autóját, sőt csináltak próbabetöréseket, hogy betörtek, de eljöttek, csak megszólaltatták a riasztót, és megnézték, hogy érkezik-e távfelügyeleti autó. Ha nem jött, akkor ő visszajött. A profik, tehát a kevés százalékuk volt a profi, de a profik azok már így csinálják, aha, mennyire jól kidolgozottan. Akos. Nem? Ügyesen csinálják. Na de most a negyedik az az lesz, amit én mondtam, hogy meg milyen autója van. Nem, azt se nézik, van-e kutya? Tehát egyet nem találtál. Semmi. Büdös találatod nem volt. És aztán utána nyilázzáró, könnyű a beutás, aha, milyen nyilázzárók vannak, milyen vagyonvédelemmel ellátott az ingatlan, és utána csak az, hogy milyen értékekre bukkannak. De kemény. Tehát a legfontosabb szempont az a biztonság. A biztonság, aha, hogy ők élve megússzák, illetve hogy ne kapják el őket, és csak utána. Igen. De durva. Mert elvilegben egyébként, hogyha például mondjuk én tudom, hogy a környékünkön mondjuk mik azok az ingatlanok, ahova elvilegben érdemes lenne betörni, akkor mit néznék? Ki van világítva a ház, rendezett a kert, ez az autó dolog, amit te is mondtál, de ugyanakkor, hogyha azt veszük, hogy ezek a házak milyen szépek, meg milyen gazdagok ezek az emberek, akik ott laknak, legalábbis véletőleg, akkor a háznak is valószínűleg olyan a védelmi rendszere, ami nagyon nehéz áthatolni. Igen, de ha meg profi vagyok, profi betörő, mindig azt szokták mondani, hogy a betörő az egy lépéssel előtte jár a megelőzésnek. Ugye az autótolvajokra is mindig azt mondjuk. Csak sok a banánhéj. Aha, tudod, ki van világítva, itt van ez a távfelügyelet dolog, ott vannak az adott esetben hasonlóan tehetősebb szomszédok, akik szintén odafigyelnek rád. Nehéz megközelíteni a házat, mert éjjel-nálunk is van a környékünkön egy ház, véletlenül egy nagyon jó mondú családé, éjjel-nappal ki van világítva körbe. A segíthet például? Azt szerintem igen, mert gyakorlatilag nappali világosság van a kertben, még este is, amikor arra sétálok, azt látom, hogy nem lehet csak úgy bemenni, és ráadásul látom, hogy mindenhol kamerák vannak. Na most azt a házat közelítsd meg. Igen. Elkérdezték őket, hogy mik a népszerű célpontok, hogy kinek kell félni. És azt mondták, hogy például a panellakásokat egyáltalán nem szeretik, tehát nem nagyon uh-huh, jellemző már, hogy panelba törjenek be, mert hogy nem lehet túlságosan na, nagy értéket elvinni. Még sok egy a szomszéd... pozitívum a panel mellett. Így van, szegényeknek igen, legalább egy pozitívum. Kertváros ingatlan vezet. Tehát azt mondták, hogy az a legjobb, az átlagot meghaladó vagyoni helyzetű emberek élnek benne, és számítani lehet különböző vagyontárgyakra, amit el tudnak vinni. És a magas zárt kerítés, például elmondták a betörők, ez is milyen érdekes, hogy azt gondolnád, hogy távol tartja a betörőt. Azt mondták, hogy kiváló. Azokat a házakat és azokat az ingatlanokat szeretik nagyon, ahol magas zárt kerítés van, mert eltakarja hát, munka közben. Nem lehet látni. Tehát minden, amit te gondolsz arról, hogy hozzád nem fognak betörni, lehet, hogy teljesen a fordítottja működik. Elmondta rengeteg betörő, akit megkérdeztek, hogy azokba a házakba mentek, ből magas zárt kerítés volt. Magas téglafal, nem lehet rajta átlátni. Aha. Tök hát jó, figyelj, hát tökéletes. Ezen annyit bingizel az ajtóval, vagy az ablakkal, senkiben nem igen, lát. Az amcsik tudják, látod, jó, ott van a 30 centis. Mondjuk a hátránya, hogy viszont amikor hazaérkezik mondjuk valaki, akkor azt te sem látod. Azt nem látod, igen, de nyilván van figyelő ember kint, tehát a profik azok már ezt lehet, hogy meg tudják oldani. Műanyag nyilázzáró nagyon-nagyon rossz, nagyon szeretik azokat az ingatlanokat. Műanyag nyilázzáró, olvasztásos technikával pillanatok aha, alatt bemennek, hiába fóliázod az üveget, ha műanyag nyilázzárod van, pillanatokon belül megolvasztják. A második legnépszerűbb betörési célpont a sorház. Az
vajon itt ide besorolták a tanyasi környezetben található ingatlanokat. Hát az érthető, ott egyedül van kint, senki nem jár arra, azt ott a nyugodtabban tudsz bemenni. De a sorházat nem értem, hát azért ott azt van szomszéd jobbról, balról. De ott könnyű megterjeszteni a háziakat, mert kicseréled a számokat. Igen. Nagyon egyformán. Igen. Hát, megy be. Kedvenc módszerekről kérdezték őket, itt még mindig a feszítés és az ajtó benyomása a leggyakoribb. A heveder zár se tud nagyon sokat segíteni. Aha. A biztonsági ajtókat kifejezetten utálják, ugye nyilván, csak az itt komoly a biztonsági ajtó, az egy 500 000 forint. A hevederzáról elmondták, hogy vannak bizonyos hevederzárak, amitől ugye nem leemelhető az ajtó, de hogy hevederzárakat is kb. 10 perc alatt ki lehet nyitni. Uh-huh. Tehát ha nagyon akarsz, akkor oda is bemész. Biztonsági ajtót, ilyen 500 000-osat, ezt szoktak lopni? Azt ritkábban, igen. És akkor, hogy mire mennek, de hát ott már szerintem, ha benn vannak, akkor mindegy. A készpénz, az ékszer, a műszaki cikk, mobiltelefon, laptop, stb. Ezeket veszik el. Jó, de akkor mi a hatásos? Tessék, ha te laikus vagy, akkor mi az, ami jó? Heveder záról neked egy betörő azt mondja, hogy az nem jó. Hát a legtöbb helyen ezeket hirdetik, hogy az mennyire jó. Tegye fel egy heveder zárt, és megvagy. Hát ha egy ilyen több pontosról van szó, mondjuk nem csak egy ilyen két pontos, akkor az lehet. Múltkor beszéltünk erről. Valaki hívott bennünket, nem emlékeztek, aki azt mondta, hogy ez a most már 8 ponton záródó, mindenfelé, azt is le lehet. Meg hát ugye az egésznek ugye a kulcsa az maga a zár. Tehát, hogyha az egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen hengerzár, egy ilyen klasszikus, és azt mondjuk ilyen zártöréssel tönkreteszik, akkor onnantól kezdve igazából tök mindegy, hány ponton záródott. Rács az biztonságos? Mondjuk én utálnék olyan házba lakni, ahol rács van az ablakon. Azt is mondták ebben a cikkben, hogy minél jobban védesz valamit, annál feltűnőbb vagy. Tehát, hogy a betörők sokszor azt is megnézik, hogyha neked 6 kamerád van, rácsod van, stb., akkor ugye ők arra gyanakodnak, hogy te valamitől nagyon félsz, hogy oda bemennek, vagyis sok mindent találnak benn. Tehát az sem biztos, hogy jó. De hát ha most egy budapesti bérház mondjuk 6. emeletére fölraksz egy ilyen kis rácsocskát, szerintem akkor bemegy inkább oda, ahol nincsen. Én azzal védekezem, hogy a kint a kocsibe állón szállítjuk a ruhákat, és mivel látszik a fregolén, hogy azok mik lógnak rajta, amiket stoppolnak, ezért senki nem akar. De okos vagy ezzel a stoppolással. Tudtam, én ezt évek óta sejtem, ugye mögött van valami. Van itt gógy. Érted? És lehet, hogy csak a stoppolt zoknikat csak kirakja a szárítóra, de egyébként már új, felbontatlan Pierre Sardinok. És azt viszont bent szárítod a lakásban. Egyébként szerintem minden jó, amivel lassítják. Tehát ha fölraksz egy hevederzárat, kicsit lassítja, fölraksz egy rácsot, fölraksz az ablakra fóliát, tehát ezeket tudod megcsinálni. Kutyus. Nem? Vannak ezek az érzékelő szenzoros lámpák, az is jó tud lenni. Például arra kíváncsi lennék, nagyon sok helyen van, igen, ez a mozgásérzékelős lámpa, hogy az például elriaszt egy betörőt, hogy őt most ott az arcába kap, nem tudom hány voltot egy pillanatra. Szerintem itt is a csekkolás számít. Tehát, hogyha azt látja, hogy mondjuk felgyullad ez a lámpa, és akkor fényárban úszik az egész udvar, és mondjuk sem a háziak, sem a szomszédok, senki nem reagál, hanem jelenik meg az égvilágon senki. És ezt mondjuk eljátsza 4-5-ször, és látja, hogy semmi mozgás nincsen utána, akkor be fog menni. Akkor be fog menni. Mert nem figyel rá oda a szomszéd. Mert akkor senki nem figyel oda rá. Aha. Azt mondta valaki, redőnytelepítő volt, hogy rakjunk redőnyt, mert attól nagyon félnek. Tessék? Miért félnek a redőny? Mert hogy hangos, meg zaj, stb. Elmondta, hogy semmi, ezt nem próbálják meg föl, úgy, hogy van fogja, kiemeli a tokból, és levágja neked a felénél, és benn van. Egy perccel tart tovább egy műanyag redőny. Ja, ez műanyag nyilván. Igen, tehát van ez olcsó. A fémredőnye már egy kicsit tovább tart. Az azért már a melós. Igen. Ez ilyen durva, hogy megdolgozol valamiért, becsületesen összeszedted, és egész egyszerűen mindenki sokszor vagy minden nap úgy megy el otthonról, hogy bezársz, benyomod, beriasz, csak hogy be ne törjenek, nem? És nem tudhatod, hogy mikor mész haza úgy, hogy ki van pakolva a lakásod. Azt mondják azok, akikhez betörtek már, hogy nem is a maga az anyagi kár, ami ér, az fáj nagyon, hanem az, hogy a dolgaid hoz egy idegen ember hozzáért, hogy a ruháidat összefogdosta. Csak igazad van, és tudjátok mi? Hogy a biztonságérzet. A biztonságérzet elszáll. Tehát, hogy azt hiszed, te, az én házam, az én váram, itt rendben van minden, itt biztonságban vagyok, be van zárva a kapu, be van zárva az ajtó, és kiderül, hogy valaki benn mászkált, miközben mit tudom én, kint esett az eső, dörgött az ég, és hogyha senkinek nem volt kedve kimenni. De volt, akinek ilyen. Igen. Van egy hallgatónk, aki szembe találkozott a betörővel. Hello, Anna, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Nem is én pontosan, hanem a nagylányom, aki már dolgozó, 28 éves, és Budapesten lakik, és ahol lakik, ott van a munkahely is egy emelettel lejjebb. Ez úgy történt, hogy hazarohant, visszarohant egy emelettel följebb 10 óra környékén, valamit fönnfelejtett, és résznyire nyitva találta a lakás bejárati ajtaját. Igen, de nem gondolt semmi különösen, mert volt egy lakótársa, egy teljesen más külön bejáratú szobában, és arra gondolt, hogy ez az XY Kati biztosan nyitva hagyta az ajtót,
és beindult befele egy kis folyosón, tudja megközelíteni az ő saját lakrészét, szembe jött egy fiatalember a kis folyosón, és akkor gondolta, hogy biztos Katinak a barátja, hát Istenem, felhoztam, még eddig nem találkoztak, de ő kedvesen ráköszönt. És az illető visszaköszönt, hogy hello, szia. Annyit még a lányzom megjegyzett, hogy remélem a macskát nem engedtétek ki, mert nyitva volt az ajtó. Nem, nem, azt nem engedtük ki, mondta a pasat. Visszaszólt a pasat, hogy nem engedtük ki, tehát hogy volt ennyi lélek jelenléte? Igen, így van. Párbeszéd. Magyarul, utána visszafele, ugye ő kifele, becsukta maga mögött az ajtót, a lányzom pont akkor ért be az ő nappaliába, amikor a pasas kiment, és akkor látta, hogy fiókok kihúzva, kis tobozai, széttúrva, tehát minden szanaszét. Tehát elment mellette a betörő tulajdonképpen. De az hát nem csak, hogy elment, hanem beszélgetett. Beszélgetett. Nem, nem engedtük ki a kutyát. Á, ne, nagyon vigyáztunk. És mit csinált? Utána ment? Vagy mit csinált? Először is magához szélt, aztán lerohant a cégéhez, hívták a rendőrséget, de hát már a pasi kint valahol a házból kiment, belvárosról van szó, tehát úgy üthették bottal a nyomát. Azért ez nagyon kemény, mikor ott van a saját lakásodban, nem? Igen, igen. És most ugye a témához tulajdonképpen ez a lakás megint csak egy olyan folyosó, második emelet, de nem a főcsapás, hanem egy kis ajtón lehet kimenni, egy ilyen függő folyosószerűség, és azon a részen összesen két ajtó van. Tehát ez valószínűleg tudta, hogy ott igazából nem nagyon jár senki. És az két ajtó közül az egyik az övé, a másik pedig már nem lakott. Tehát lehet, hogy kifigyelte. Na, olyan kíváncsi lennék egyébként, hogy ezek így hányszor vannak meg, mert utána kivonul a rendőrség, nyomokat rögzítenek, fehér kesztyű, jön mindenki, vámkommandó, poroznak, NCIS, és utána, hogy ezekből tényleg 10-ből hány lesz meg, nem? Tehát se személyleírás, senki, találnak új lenyomatot, van, amikor nem is találnak, ott vannak 3 órát, összeporoznak, minden szegények, hát ez a dolog. Majd lekapcsolják a nagymamát. Igen. Mennyit összefogdosod. Nálatok meg lehet, nem lett meg, gondolom, nem? Nem lett meg, viszont hál' Istennek nem tudott semmit elvinni, mert nem volt mit. Igazából tehát tévé, ilyesmi, tehát nem tudott mit elvinni. Nem tudom. És egy érdekesség, hát a leányzom jogász. És ki van írva a neve? Az ajtóra, de még kezdő, hát nyilván, hogy nincs sok pénze, és hát gondolom azt itt a betörő, hogy nagy fogás lesz a nevéről ítélve. Mondod, de milyen elkeseredett, hogy bemész, föltúrsz minden. Sok macera fölfeszíted. Harisnyák, bugyék, semmit nem találsz. Macera fölfeszített, megjön a tulaj is. A kutyát is számon kéri rajtad. Milyen kemény ez. Köszönjük, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Ciao, Anna. Hello. Tessék, te betörő vagy, bemegysz egy lakásba. Hol keresel először? Most gondolkozunk a betörő fejével. Értéket. Hát, hova dugod? Na most szerintem két betörő van, az egyik ez egy ilyen specialista, aki konkrétan valamiért megy be. Gondoljuk csak, mit tudom, például a kerékpártól vagy bandákra. Jó, hát ő tudja, hogy igen, de bent vagy egy lakásban, tessék, ott állsz egy üres lakásban, és van 5 perced, mert tudod, hogy megjön a tulaj a színházból. Akkor várjál. A feleségében. Hol keresed az értéket? Vagy a hálószoba, vagy a nappali. De a hálószobán be fölhúzod a fiókot? Figyelj, hát szerintem a bútorok azok nagyon árulkodó, hogy milyen jellegű bútorok vannak. Tehát, hogyha bemegyek mondjuk a hálószobába, és azt látom, hogy van bent egy ilyen gardrób szekrény, meg egy ágy, azt kész, hát nyilván ott nem találok semmit. De hát miért most a gardróbnak a felső polcán, a pulóverek alatt lehet a házi készpénz? Nem jellemző szerintem. A mi hálószobánkban van egy ágy. Akkor onnan kifordulsz, nem kezdesz semmit keresni, és én a hálószoba alatt tartom. Vagy az ágy hát alatt. Jó, hát hogyha hozzátok bemegyek, első, hogy összegönnyölöm a részlepedőt. Az már megvan, a részlepedő. Az a jól is alszom. Tessék, betörő vagy, hova mész? 5 könyves polc, a könyvek között nézem meg a házikest. A világjárok sorozat mögében nézem. Igen, borítékba betén a könyvek igen, között megnézem. Igen, a mindent tájföldről. Igen, mindentig tudni akartál. A festői Toszkán a könyv mögött, akkor pontosan. Megnézed, hogy van-e valami. Aha. Ki is rázom a könyveket, megnézem a fiókok alját például. Az egy nagyon jellemző módszer, hogy oda fölragasztanak egy borítékot, aha, és oda teszik be a kest. Hát nem vagytok túl jók. Mi, hol néz, te hol néznéd meg? Na. Nekem nincs ötletem. De a könyvet lerángatod a könyveket, tehát könyves polc mögé senki nem rak. Rejtett széfek vannak, hát a kép mögé kell benézni, hát ilyen helyeket kell elkezdeni keresni. Én meg a rejtett széf, mi a francot csinálok vele? Hát semmi, megpróbálod valahogy, megpróbálod valahogy kinyitni. És hazamennél, és így fel lenne görgetve az összes szőnyeg, és mindenhol fel lenne szedve a laminált parketta. Tudod, meg keresnék a rejtett széfet. Azért azon elgondolkoznék, mit csinálnék egy betörőben, amikor mész hozzá és ott van. Összetoljod magad. Nem? Jó napot, rossz helyre jöttem be, ja, nem, ez az én lakásom. Mit csinálsz?
nekiállsz ott kakaskodni, mikor szalad a kijárat felé? Vagy, vagy, hello, vagy... hello, hello. Na, mi van, 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 mi, mi van, mi, mi van, mi, mi? De hogy, vagy kirohansz a lakásból, és... Hívom a rendőrséget. És hívod a rendőrséget? Ha beállok az ajtóba, hogy ne tudjon kimenni, és hívom a rendőrséget. De tényleg? Nem kezd, elkezdesz vele veszekedni? Elkezdesz vele bizakodni? El. Igaz, nem, én most már sehol nem megy, mondod neki. Én beállok az ajtóba, te tényleg nem megy el. Egyet magammal viszek. Valamelyikünk oda lesz. Nem hinni, figyelj. Jó, de hárman vagyunk. Gondold el, most hételezzük föl, hogy mész haza, bent vagy a lakásodban, tök sötét van, és azt hallod, hogy valaki járkál a hálószobában. Uh-huh. Mit csinálsz? Oda mész és odaállsz az ajtó elé, elkezdesz hangosan kiabálni? Kijárati ajtóhoz odaállok, elkezdek kiabálni. Ugye, nem tudod, hogy ki van benne. Nem tudod, hogy hányan vannak. Nem tudod, hogy mi van a kezünkben. De mi folyosón lakunk, negyedik emelet. Nem tud lejönni, kijön az összes szomszéd, mi jó közösség vagyunk, és együtt elcsípjük a betörőt. Ja, te végigcsöngeted a szomszédot. Egy semleges kérdéssel kell kezdeni. Te vagy az. Mi mentünk úgy haza a Vikivel, hogy útközben hívtak a távfelügyettől, hogy megszólalt a riasztó. Nem, menjünk haza. Hazamegyünk, és a felső emeleten, akkor költöztünk a házba. A felső emeleten, mintha hárman lettek volna, pakolás hangok, nekiütődik, pakolnak. Kimentünk, itt vannak, kész. Kivettem egy konyhakést, az okosan. Nem mentem a felső szinten, mondom, miként te sem menjél föl. De úgy voltunk az alsó szinten, hogy szentmeggyőződésünk volt, hogy hárman vannak fönn. Megfogtam kint, kivettem egy konyhakést, kimentünk az erkére, átmentünk a lakáson, kiültünk a kertbe, és ültünk, és felhívtuk az előző tulajt, hogy jöjjen már át. És ott nagyon jó. Ez nagyon jó. De és még tudtuk, hogy nem jöhetnek le, mert még mindig fönt vannak. De lehetél volna bevállalósabb is, mondjuk egy botmixerrel. Viki, keresd gyorsan egy hosszabb utó. Fölmegyek az emeletre. Kiültem a kertbe, a kezemben egy késsel, mondom, én nem megyek be, nem öletem meg. Ha kijön, azért meg tudjuk magunkat védeni. Hisz van nálam egy konyhakés. Egy nagyon jó vagyok késharcban, láttam az úszóerődöt. Egy hete laktunk ott, mondom, gyere már át, mondom az ex-nek, aki... Gyere már fel, kicsit, mégiscsak az én lakásom. Gyere már át, még tudod, se elemlámpa, semmiát, akkor költöztünk kertesházni, nem? Megjött az előző tulaj, felmerészkedtünk a felső szintre, és kiderült, hogy bejött egy denevér, és nem, a gardróból nem tudott kirepülni, berepült valahogy egy denevér, megszólaltak a belső érzékelők, ugye, és hogy verdesett a gardróba, rohangált hálószoba, ide-oda repült, össze-vissza vert mindent, azt hallottuk. Akkor kicsit elszégyeltem. Egy denevér. Itt van egy hallgatónk, akitől úgy lopták el az autót, hogy egy méterre aludt. Hello, Lajos, jó reggelt! Sziasztok! Hello, lehalkított kicsit. Jaj, bocsánat, kocsiba vagyok éppen. Halkítsd le nyugodtan a rádiót, jó? Jó, hallom. Ú, de szuper, köszi. Na, hogy elloptak tőletek egy 20 milliós autót most hétvégén? Igen, képzeljétek el. Hétvégén nagy családdal nyaraltunk rend Siófok mellett Szépakon, és hát ez szombat este vagy hajnalban történt, elmentünk bulizni mindenki, jól sikerült busz is. Hazértünk ilyen 4 óra, fél 5 fele. Valahogy még én értem haza a legutolsó, meg egy barátommal, és még benne a házba is, hogy bementünk, már ugye többiek, már mindenki lefekült, tehát több szoba van, és lent a nappaliban még így játszottunk is, vagy ökörködtünk. Igen? És minden az a lényeg, hogy akkor menjünk el aludni, tehát mondom, már ez ilyen 5 óra fele volt. Igen? Tehát már konkrétan virágosodott. És mindenki lefekült, annyi hibát követtünk el, hogy nem zártuk az ajtót. Tehát behajtottuk be, hogy nagy hiba, nagy hibának tűnik azért nem bezárni az ajtót. Lefeküdtetek hajnalban, és? Igen, annyi, hogy mondom, nem zártuk be az ajtót, de az ajtó mellett egy méter alatt a sógorom a kanapén. És reggel, 7 órakor, 7-8 óra felé ébredtünk, lementünk, és... Igen? Csináltatok egy rántottát. Aztán a család megreggelizett, jobban a gyerekek, mindenki volt egy kakaót, aztán délben elindultatok a strandra. Igen? És amikor beültünk a kocsiba, akkor vettük nagyon várjuk. És akkor vettétek észre, hogy nincs meg az autó? Így van, akkor én még aludtam fönn, de hallottam, hogy mindenkit sikoltozik, meg minden, és ellopták az egyik... És elvették az autót. De figyelj, bejöttek de... hozzátok úgy, hogy aludtatok, elvették a fejed belül a slusszkulcsot, és kiálltak az autóval. Így van. De a fejed mellett volt úgy lerakva a slusszkulcs, ilyen nagyon látható helyen, vagyis meg volt világítva egy lámpával? Egy ilyen tányér, vagy egy ilyen tartóba volt lerakva, ott volt a három autónak a kulcsa, és ezt az egyet tudták, úgy, mert ez kínált a ház előtt, ezt úgy tudták elvinni, hogy hát...
egyszerűen bejöttek ki, besétáltak, és elvittek telefont, iPad-et, tehát amik ott a szobában bent voltak. Azért az dermesztő egyébként, hogy ott alszol, és úgy kelsz reggel, hogy tudod, hogy ott volt a fejed fölött. Nem? És a másik két kocsit is kinyitották, és azt is kipakolták. Annyi volt a szerencse, hogy az bent volt a területen, tehát a kertbe, és onnan tudtak kiállni vele, de szerintem ezt is. De állítólag ez most már a statisztikák szerint is így van, nem az utcáról lopják, tehát most már annyira elszemtelenedtek, hogy bemennek a házba, és a házon igen. belül állnak ki a garázsból igen. egyébként, amíg te ott állsz bent, vagy ott alszol bent. Igen, igen. Hát szörnyű ez a dolog. Tehát itt olyan szinten sok hatás alatt van mindenki, hogy ezt nem tudom elmondani. Tehát, meg lett az autó, gondolom, hogy... Tessék? Meg lett az autó? Ah, nem hallok, mert kicsit rossz felé. Az autó meg lett? Nem lett. Jelen pillanatban mi a szabálybiztosítás, hogy a kulcssal együtt lopják el, akkor nem is fizet? Vagy fizet? Hát vagy? Én azonban nem tudom ezt a részét, tehát ebben igen. Meg egyelőre arra várjuk, hogy abban reménykedünk esetleg, hogy meg lesz az autó. Nem tudom, hogy tudnátok esetleg nekünk abban szépen rendszámban mondanék, vagy valami, hogy ez... ha valaki látja, vagy tud róla bármilyen információt... Hát fél, nem szoktunk ilyet, de most már beszélünk, mondd be nyugodtan. Hát, a múltkor is megtaláltunk egy autót egyébként. Mondanám a rendszámot, tehát Mária Nándor Béla 204 MND. Aha. Igen. Bankos autó. Igen. Hú, szegények, kaszkod volt? Tessék? Kaszkod volt? Nem az enyém volt az autó, már mondom a... tehát a sógoromnak, a lányának a barátjai. De az még mondaneket, hogy ez pénteken vett át az autót. Pénteken vett át az autót? Pénteken, igen. És nem fura, hogy pénteken átvesz egy autót, és szombaton el is lopják, és tudják, hogy hát, hova kell menni, és igen, kulcsot visznek. Igen, sok furcsaság van ebben a dologban. Ezért mondom el, hogy igen, elég furcsa. Pénteken átveszel egy autót, nem mintha ezzel bárkit is meg akarnék gyanúsítani, csak olyan furi, nem? És szombaton kulcsos túl minden estül ellopják. Így van. Na jó, hát drukkolunk, hogy meglegyem. Jó, hát köszönöm szépen, hogy hívtatok. És erre csak annyit akartam mondani, hogy tényleg, tehát, de mondom, volt egy óra, amikor, vagy két óra, amikor nyitva hagytuk az ajtót, és ennyi. Tehát egy perc nem szabad nyitva hagyni semmit. Na jó, csak akkor meg kellett várni, míg elalszotok. Tehát ha ti még hajnali 4-kor fenn voltatok, akkor ők figyelték, vagy tudták, hogy ti mikor alszotok el. Így tehát ott álltak a házatok előtt? Így van, valahol ott voltak a lesben, és ott vártak, és ott álltak. Így van. Igen. Ez nagyon kemény. Hát reméljük, hogy meg lesz. Hát én is reménykedek. Lajos, kitartás. Köszi, hogy elmondtad. Köszönöm szépen. Ciao, hello. Annál nincs kemény, amikor úgy kelsz, hogy tudod, hogy ott volt a szobádban. Tehát, hogy tudod, hogy valaki járt a szobádban. Nem? És a fejed mellett. És ott állt melletted. És lehet, hogy meg a feleséged mellett, meg a gyereked igen. mellett. Dermesztő. És ha valamelyiket felébredt volna, ki tudja, mi történik. Igen. Na jó, 3:10 lesz pontosan, 3 perc múlva, pici szünet, jó, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. BMW volt az autó, többen kérdezik egyébként, mert hogy nem mondtuk el. De az a rend, nem? Vagy BMW a rendszám? Aha. Vagy mi? Jaj, MND. Úristen, Feri, ha ébren vagy, ne álmodj, tudod. Ja, MND volt a rendszám, jó van. Na. Egy dupla feketét azért toljába az indulás előtt. Hallod? Azért egy láttét verjében, mielőtt bringára először. Itt elütnek a nagyváratéren, valaki elé begurulsz, alva. Igen, BMW 416 a rendszám. A gyártány ilyen? Pedig egy piros kis paszki. Hát a B-s rendszám az már azért elég régi lenne, az nem 20 milliós a B-s rendszámmal. Igen, nem BMW, tehát hogy... Ja, most már megvan, igen. Budapesti nemzetközi vásár. Honnan lopták el? Iskoláját mitettem. Igen, egy BMW volt. Ha valaki tudja, akkor segítsen. Valaki azt írja, Matolcsi gyanús lehet. Igen, esetleg. Szegények, hát nem akarok ezen nevetni. Reméljük, hogy meg lesz. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Fölhívtuk korai reggel Bot Zolit. Mert hogy valaki megint elengedett egy kígyót, és fölhívtuk a Magyar Részventúrát, ami drága Zolinkat, hogy mondja el, hogy fogta be, mi történt. Hétvégén neki, hát nem múlt el esemény nélkül. Nem. A vasárnap valahogy megint kígyót üldözött. Valahogy nem tud egyetlen hétvége sem, úgy elhúlni, hogy ne történjen valami. Arról beszélgettünk, hogy most már tényleg tiszta dzsungel vagyunk, tiszta Afrika, a vadméhek az M5-ösön, kígyók a dzsungelben, medve a Börzsönyben, vagy a Bükkben, vagy nem tudom hol látták, hát tele vagyunk vadállatokkal. Vele beszélgettünk, valamint megfejtettünk furmányos feliratokat is, és arról beszélgettünk, hogy ha valaki valamit kiír a postaládájára, a kapujára, vagy akár egy-egy munkahelyen, annak lehet-e hatása, kik azok, akik írják, és kik azok, akik esetenként akár elolvassák ezeket a feliratokat. Ezeket most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ez hol történt, Érden?
Ez Érden történt, igen, és tehát az a szép a történetben, hogy ezt az állatot már be is terelték egy vödörbe, tehát is úgy keresgettek a közösségi oldalon állatvédelmi csoportokat, ugye hát próbál az ember, mikor pánikban van esve segítséget kérni mindenhonnan, és hát ott azt mondták nekik egy ilyen állatvédelmi csoportban, hát valószínűleg, hogy 10 éves gyerekek lehettek azok, hogy ez egy sikló, nyugodtan engedjék el, és hát a papa le is vitte a patak partjára az erdő szélére, és el is engedte, de szerencsé, hogy a szomszéd ugye lefényképezte ezt az állatot, és ő azért nem nyugtatta meg ez a dolog, és átküldte nekem, ő felkeresett közösségi oldalon, átküldte nekem, és én mondtam, hogy hát ez bizony nem sikló, hanem egy afrikai királypitom. Ugye hát, és akkor kérdeztem, hogy hol van az állat, mondták, hogy azt már elengedték. Na hát akkor gondolhatjátok, ugye egy 10 perces munkából ki kellett volna menni, vödörőstől együtt elvinni az állatkertbe, úgyhogy mehettem ki, az egész délutánom erre ment rá, mert tehát a nagy okos állatvédők azok majd ők megmondják, tehát van 3 kutyuskájuk ott, meg 2 hölcsögük, de ők már felismerik. De mit csinál egy ilyen kígyó egyébként, ez meg tud marni? Tehát ez ugye a óriás kígyóknak ez egy kisebb képviselője. Hát meg tud harapni, igen, tehát ugye ő is a szorításával öli meg áldozatát, de hát az elég rémisztő, mondjuk hát egy csuklóvastagságú kígyót tekerek a kertbe. Főleg az a rémisztő, hogy itt a nagyokosok ugye ránézésre megmondják, hogy ez egy erdei sikló, tehát itt ugye az a legrémisztőbb. És lehetett volna kérdezni, de hogy egy királykobra, vagy mit tudom, egy csörgőkígyó. És kérdezni, hogy csörög, hát akkor az a telefonom dob vissza. Csak ez valaki elengedte, vagy ez megszökött? Hát igen, megszökött magánygyűjtőtől, igen. Királypitont a szálkereskedésben lehet vásárolni, mert ugye nem nő meg nagyra, tehát törvény szerint nem ember életre veszélyes állat. De hát azért ugye oda kell figyelni minden kígyóra, tehát azért hüllőről beszélünk, nem kis tengeri malatról. Most egyébként mi a szabályozás, hogy én bemegyek egy ilyen kis átkereskedésre, és veszek egy olyat, aminek mérge van, azt én tarthatom? Nem vehet olyat, aminek mérge van, mert átkereskedés nem is árulhat méreggelő állatot. Akkor vehetsz te ilyen állatot kifejezetten tenyésztőtől, hogyha rendelkezel szakirányi képesítéssel, és ugye egy 3 évet a szakmai gyakorlatot le is tudsz igazolni, illetve a területi illetékes nemzeti park meg is adja erre az engedélyt neked veszélyes állattartásra. Nem. Ez megnyugtató. Igen, tehát akkor mindig van. Igen, csak hát gondolj bele, hogy tehát itt mindig vannak kis kapuk, mert hát ugye Magyarországon kb. 10 embernek van kiadva veszélyes állattartás engedély, de hát ahhoz képest, tehát amennyi állatot én már üldöztem most csak idén ebben elmúlt egy hónapban, hát azt gondolhatjátok, hogy ez az. Úgy mentél már ki valaki ez menteni, hogy ő ott feküdt megharapva. Igen, mentők hívtak akkor, tehát ugye, hogy nem tudták ellátni a beteget, mert kint volt a csörgőkígyó, konkrétan 10 centivel az ember mellett feküdt a csörgőkígyó összetekeredve, hát ugye megmarta. Most álljunk már meg egy pillanatra, hogy a TB nem támogatja, tehát ha én nem vagyok gyűjtő, de például ez az érdi kígyó, amit most találtál tegnap, nem egy piton, hanem egy királykobra, én ott sétálok, engem megmar ez a kígyó. Bevisznek... Teráriumba benyúlt, megmarta a kezét, összeesett, elveszt az eszméletét, és ugye hát a kígyó kijött a teráriumból, és pont oda feküdt le mellé, és ugye a mentősök nem mertek közel menni. Tehát csak az anyukája, srácnak az anyukája hívta a mentőket. Tehát hát de milyen hűséges kis kígyó volt, hogy lefeküdt a gazdája mellé, és várta a segítséget. Hát igen. Nem? Igen, csak hát ezek az durva dolgok, ugye, mert az ilyen ellenszérumra is szükség van. Tehát, hogy mennyi idő alatt kell ilyenkor beadni például egy csörgőkígyót? Hát az első 4-6 óra kritikus, tehát az a lényeg, hogy minél hamarabb kórházba kerüljél, ugye, mert ott csinálnak egy laborvizsgálatot, és csak ott döntik el ugye, a vérképedből, hogy van-e szükséged ellenszérumra. Hát ha nincs szükséged ellenszérumra, általában nem mindig van szükség ellenszérumra, de ha szükség van ellenszérumra, akkor az első 4-6 órán belül ezt be kell adni, akkor mikor kifejti már a méreg a teljesen a hatását. Ugye az ellenszérum is kígyóméregből készül, tehát ugye azt se lehet orba szájba beadni, mert általában sokkal többet árt, mint amit használ, hogyha nem adott le olyan dózis, mondjuk egy csörgőkígyó. Tehát akkor küzdjél te meg vele, úgy vannak, hogyha kevesebbet kaptál, akkor győzel. Hát meg gondoljátok bele, egy ilyen ellenszírom az 1.600.000 forint környékén, mondjuk egy ampulla csörgőkígyó méreg, és csörgőkígyó szérum, és gondoljátok bele, hogy egy igazi nagy marásnál, tehát nem egy ilyen figyelmeztetési marásnál, hogy 6-8 ampulát kell beadni, és ugye ezt a TB nem támogatja, tehát a magángyűjtőnek rendelkeznie kell egy érvényszavatosságú ellenszírummal, egy ampulával minimum a hűtőszekrényben. Na most álljunk már meg egy pillanatra, hogy a TB nem támogatja. Tehát ha én nem vagyok gyűjtő, de például ez az érdi kígyó, amit most találtál tegnap, nem egy piton, hanem egy királykobra, én ott sétálok, engem megmar ez a kígyó. Bevisznek a kórházba, és elkezdik az 1.600.000 szétmat. Ugrott az alfa, Feri. Hagyjátok el az alfát, kellene. Egy nem jön ki belőle. De tényleg, ilyenkor kifizet, ilyenkor a gyanútlan állampolgár kifizet egy 8-acskát, mert... Hát nem, hanem gondolj abba bele, tehát általában engem hív az OMS, tehát nem, nekem sincs, csak azokra a fajokra van ellensz
acélomom, ugye, amiket tartok. Tehát általában az európai mérges kígyók, amik itt tényleg Magyarországon előfordulhatnak meg, amit én magángyűjtőként tartok, arra lehet ellenszélom. Meg vannak itt az országban, akiknek van engedélyük, és tartanak mérges kígyókat, illetve hát az állatkertben is vannak ellenszélomok. Tehát onnan szokták beszerezni akkor, vagy hogyha itt nincs Magyarországon, akkor ilyen bécsi immunszérum. Na jó, de ki fizeti, Zoli? Tehát, hogy mi ki? Hát ezt akkor kifizet, tehát akkor ezt az állam. Tehát ugye, mert ha én nem tehetsz róla, tehát hogyha engem megmar, mint a Józsikának a kígyója. Na megint a Józsi. Igen, nem Józsi. Akkor botont, tehát a Benjamin, tehát teljesen mindegy, elfekik az állam, ugye hát akkor nem én vagyok a hibás, tehát itt a legnagyobb probléma, az adófizetők fizetik ki a hülye gyerekeknek a szórakozását, tehát ez itt a legnagyobb probléma. Ez nagyon kemény. Láttam még olyan feliratokat, vagy találtam, hogy WC-ben kedves pisilő, miután elvégezted a dolgodat, öblíts egyet magad után öblítsével. Ő így ismerte ezt a szót, hát most. Nem dévó szerviz. Nem is volt, nem is tudjuk, hol van. nagyon jó. ez a... Tényleg, akkor már 8. ügyfél megy be, hogy jó napot kívánok, aztán már. A legszebb ilyen felirat, az Békéssel laktam egyszer egy ilyen 4 emeletes panelba, és ott a másodikon lakó néni írta ki, hogy a csengőm nem jó, nem működik, ne nyomkod, hogy akkor mély zavarja. Igen. Ugye? Igen. Szerviz kapuján, megjavítunk bármit, kérem hangosan kopogjon, mert a csengő nem működik. Konditerem piszvár fölött a következő feliratot olvastam a napokban, ide egy hallgató, Benny név szerint. A vizelet elhelyezése után 3 másodpercig tarts nyomva a gombot, majd izmos kis kezeddel bátran kapcsold le a villanyt. Ha lehet a másikkal, hogy a villanykapcsoló ne legyen pöcsös. Nagyon jó. Köszönjük szépen, nagyon. Közös hűtőben a következő feliratot láttam, ide Andor a szállító. Azért, mert az van ráírva, hogy parasztmájas, nem a tiéd. Velencén egy házra ez van kiírva. Kedves betörő úr, itt egy szegény ember lakik, de ott és hatalmas nyíl jobbra. De ott. Nyerőgépen kis szetli. Rajta rossz. Alatta egy másik, nem jó. Érted, ugye? Morning Show. A Klassz FM-en. 8 perc van pontosan 10 óra, jönnek még feliratok. Cseresznyefán láttam, írja egy hallgató. Kérlek, ha lopod a cseresznyét, legalább az ágát ne törle, mert gondolom jövőre is innen akar zabálni. Jó. Igen, nagyon klassz. Na gyerekek, Anna jössz, ívjuk a naphallgatóját, és igen. Nekiálltam ennek, de már nincs nagyon mit csinálni, csak hívni a naphallgatóját. Rákészültem erre nagyon. Megvan a számod? Igen, megvan. És tárcsázod is? Nem. Csak a számod. Na. Morning Show. Oh, yeah. Bizony! Hello! 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 Hát de örülsz nekünk, igen. Szia! Figyelj! Téged találtatok meg? Tessék, téged találtuk meg, igen. Igen, igen, igen. Nagy eredetek vagytok. Igen. Te Velencén hallgatsz minket? Mert hogy az SMS-ed arra vonatkozott. Nem, az egy horgász barátunknak a háza, és nem Velencén van, direkt írta a Velencét, mert a Velence melletti másik helyiségben, nem akarjuk, hogy bántalmazva valami baja legyen. Aha. Ez egy horgász barátunknak a kis nagyon szerény házikója, és hatalmas, ilyen, tudod, amikor is fújnak ilyen spréjjel, ez van rásprézve. Igen. És egy hatalmas nyílal a másik ház. Igen. Ugye ez van rá. Igen, az SMS, amit írtál, az ugye így szólt, ugye vicces feliratokat kerestünk, hogy ki mit látott a környezetében, és te azt írtad neki, hogy nekünk egy Velencén egy házra ez van kiírva. Kedves betűrő úr, itt egy szegény ember lakik, de ott, és egy hatalmas nyíl jobbra. Ez így van. Ez ott van, csak nem Velencén, hanem mellette, egy másik velencei helyiségben. De jó. Nem írtad alá, hogy hívnak? Hát, engem Mari néninek hívnak, de csak azért engedem meg, mert nem vagyok olyan Mari nén is. Aha, tehát, hogy nem öregítesztél. Nem, abszolút nem vagyok még elhűlve, nem. Na, hát ezt hallani. Jól van, Mari néni, te vagy a naphallgatója, egy szép kis ajándék. Nagyon örülök neki. Csomagot adunk neked. Voltál már? Nem voltál, még nem beszéltünk, nem? Nem, pedig állandóan írok nektek, és valamiért ritkán jönnek be a poénjaim. De! Jókat tudok. Nem is biztos, hogy mindig látjuk, tudod, mondom, az rengeteg jön. Az csak opcionális, nem mindegyiket látjuk, nagyon sok jön egy nap.
Oké, Mariné, küldjük neked az ajándékcsomagot, örülünk, hogy minket hallgatsz. Most is én, ott... meg nagyon örülök, hogy engem választottak. Ugye? Ott vagy, Velence környékén? Velencei tónál? Ott vagy most is? Nem, én a Budán lakom, szembe veletek. Nem látok benneteket, de szembe veletek. Uh-huh. Tehát itt a lágy mennyiség másik oldalán. Jól van. Így van. Oké, küldjük az ajándékcsomagot neked, köszi, hogy minket hallgatsz. Köszönöm szépen, szavazok, és jó munkát, sziasztok! Hello, hello. Ja, van egy csomó plusz ajándékod, majd hallgass meg. Igen, okay, szia, köszi, nincs mit, örülök. Csabi nincs, Gábor itt van, hello Gábor, jó reggel. Jó reggel, klassz napot mindenkinek. Egyébként a betöréshez még van egy történetem, egy kedves ismerős van, nekem ilyen ismerőseim is vannak, nem vagyok rá túlzottan büszke. Haver. Persze, persze, sokat lógunk együtt, amikor ráérek, akkor én is megyek vele, is dolgozunk. Szóval... Igen, én egyébként gondolkodtam ilyen, de ez nagyon veszélyes munka. Szóval ő javasolta azt, hogy a házakban, vagy pontosabban ilyen társasházi lakásokban úgy szoktak betörni, hogy nagyon halkan kopognak az ajtón, de tényleg, hogy te meg sem hallod, ha bent vagy. És ha nem érkezik válasz, vagy néhány másodpercen belül te nem nyitsz ki, akkor ő nyit rád. Nagyon halkan benyit, és rögtön az ajtó mellől elviszi a kulcsokat, értékeket, kabátot, és ugye pont így az említett módon akár az autódat is el tudja vinni. Tehát egy kis tesztkopogás? Egy nagyon halkan, igen. Tehát tényleg annyira halkan, hogy te nem. És nagyon sok ember ugye nem zárja be automatikusan az ajtót, mert otthon van a gyerek is, a férje kint a nem tudom hol, és ők pont azt használják ki, hogy nagyon halkan benyitnak. Végül is arra, hogy mondják ezt a kártyában, hogy most bajba keverted. Igen, most kicsit bajba, mert kártyázni se szoktam. Tehát amikor csak úgy kipróbálja, kinyitja, aztán vagy lejön, vagy nem. Blöff, igen, blöfföl. Tehát, hogy bepróbálja, és aztán vagy sikerül, vagy nem. Igen. De hogy ez észt kell ezeket kitalálni, nem? Tehát, hogy beblöföl, halkopogás, mert tudod, hogy ha nincs ott, rafkor. Fura egyébként ilyet mondom, hogy picit ilyen ellentmondásosnak tűnik, de azért itt van intelligencia. Hát, meg hát nyilván leteszteltek, és működött. Zsiványság inkább. Igen, leleményes és zsiványság. Igen, ez a jó szó. Jó van, Csabi nincs. Így van, elutazott egy napra, pihenőt vett ki. Majd ő elmeséli. Majd ő elmondja holnap, hogy hol volt. Jól van, 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok Gábortól dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok!